szempontból, hogy mind a Doomnál, mind a Falloutnél. Basszus! Azt ugye tudod, hogy magadba beszéltél egy jó ideje. Hülyének is éreztem magam. De jaj, basszus, mert Istenem, nyomógombom van ez a rohadt Open Broadcaster. És hogyha nem nyomógombot, akkor te magadban beszélsz, mert Király. nagyon jó, akkor ezt most gyorsan visszaállítom. Király, na én éppen Nézd ezért nem már! állítottam be soha az Open Broadcaster-t nyomógombosra, mert Én hát én nyomtam, is jártam amikor én egyszer-kétszer beszéltem. így. Én nyomtam, amikor én beszéltem. De azt ne várd el, hogy bocsi. kezdem előre. Bocsi. Bocsi, bocsi. Na mindegy. Igen, szóval... Még el se kezdődött az E3, de az Xbox-nak a vagy a Microsoft-nak a közvetítése az már Már akadozik. aggódom. Tehát ez nagyon jó lesz, Néha szóval így megakad. lehet, hogy a Twitch-en fogunk csak majd tudni ellenni. Normálisan, ez még kérdés. Hú, amúgy most nagyon remélem, hogy lehet téged hallani. Tehát Sikerült ez nagyon átállítani? jó lesz, szóval Néha így megakad. lehet, hogy a Twitch-en fogunk csak majd tudni ellenni. Várjál, most Normálisan normálisan, ez még magunkat. kérdés. Hú, amúgy most nagyon remélem, hogy lehet téged hallani. Tehát Sikerült ez átállítani? nagyon jó lesz, szóval... Jó, igen, lehet hallani. Nagyon jó vagy. Fú. Na, szóval... Akkor ugye volt egy bemutatkozásod, amit elmondtál mindent a Bethesda konferenciáról, amit ugye senki nem hallott, csak én. Szóval volt a Doom, és adnak egy ilyen hülye figurát. Ugye? Ugye? Jaj, a TeamSpeak-en nem nyomol a gombot, és akkor nem hallod, amit mondok. Egyre jobb. Jaj, ezek a rohadt nyomógombos hülyeségek, Istenem. Jaj. Én meg azt hittem, hogy Te nem te hallasz is. engem. Na, Ahogy szóval hívják most már ez hallani fogsz. a hangra aktiválódós. Most már hangraaktiválódós vagyok. Most már igen. Egyébként most nézegetem a Fallout 4-ből a képeket, amiket kirakott a Bethesda, és valami irtatlan jó lesz. Igen. Nagyon, nagyon szép. Jó, megint nem fog elérni egyébként a grafikai díjakat, tehát nem lesz annyira szép, de az előző rész után fejezetten fölüdülés. Meg szépek a fények. Ami nem tudom, nekem így bárminél fontosabb egy játékban, hogy legalább a fények legyenek realisztikusak. Aha. Hát nem tudom igazából, azért. A Fallout az nekem tudod, teljesen kimaradt, a múltkor beszéltük is. Igen, mesélted. Nem tudom, az a... de ahogy néztem, biztos ilyen nagyon hangulatos tudsz ez a Fallout, csak nekem maradt ki. Hát én azt mondom, hogyha ki akarod próbálni, akkor itt helye. Ma négyel becsatlakozni. Annak meg nem látom értelmét, hogy így lépjek bele egy ilyen világba. Azt sem tudom, miről De van szó igazán. köze nincsen a sztorinak egymáshoz. Igazából mindegyik rész, még a régiek is, azok is hát függetlenek voltak egymástól. Igen. Hát de ugyanaz az univerzum, nem? Azt mindig Ugyanaz az, elmeséli. hát ugyanaz az univerzum, de nem folytatásos. Tehát például a 3 az nem folytatása a 2-nek. A 4 is nem folytatása lesz a 3-nak, hanem ugyanabban a világban egy más ponton, más szemszögből fogja. Legalábbis lehet hinni annak, ami eddig kiderült a történetről. Aha. Puh. Na mindegy, kíváncsi leszek, hogy milyen értékeléseket kap, de általában mindig a legjobbakat. Például mutattak egy játékelemet, hogy mész a kis kalandod során, és összeszedsz mindenféle, mit tudom én, hulladékfémet, meg ilyen apróságokat, amiket össze lehet szedni a játékba. Aztán fogod magad, és így fölépíteted a saját városodat. Ilyen túlélő városodat. Telepítetsz generátorokat, fegyvereket, épületeket, ilyen elemekből felhúzhatsz. Tehát nem is az, hogy van egy előre. Aha. De közben van komment. Nekem áll meg a live. Itt vagytok, nem hallok semmit. Mi, hogy? Hol komment? A stream mellett. A stream mellett, hát én a stream mellett nézem, azt nekem nincsen.
Nekem így mutatja, te van, nekem egy, már kettő, megadom, három. Itt vagytok. Nekem működik, és megy is, meg visszahallgatom is, meg minden. Itt vagyunk. Nekem csak az Xbox stream szokott megállni. A az. Z3-as stream. Hát lehet, hogy az összes izé meg hol. De konkrétan az a stream, az, a miénk az folyamatosan megy. Én nem látnám, hogy megakadna. Az amúgy lehet, hogy hív, vagy jönnek még a beszélgetésbe. Gond lenne neked? Nem. Van egy... Ha neked nem gond, nekem teljesen elfér bárki. Aha, jó, mindjárt kiderül, hogy hogyan lesz. Van egy olcsó játékok egyesülete csoport. Egyvelege, bocsánat, egyvelege csoport. És ők azok, akik elég sokszor rakják ki azt, hogy hol a legolcsóbb egy-egy játék. Ezt őket is érdekli az ilyesmi. Azt gondoltam, hogy szóval... De remélem, ez, ez ne, ne, remélem ez nem 20 embert vagy 30-at akar. Nem, talán kettőt. Hát csak azért, mert akkor ott elég nagy lenne. Nem hiszem, hogy ilyen gond lenne. Hát ez a E3-as Microsoft stream, ez biztos, ez hogy nagyon fog menni. Nagyon, nagyon gáz. Ez nagyon vicces lesz. De mondom, mikor is ez volt. Tavaly előtt. Igen, igen. Én sem mondom meg pontosan, de azt tudom, hogy a Ubisoft az mindig nagyon gáz. Azok nem tudnak normálisan lestreamelni egy E3-at. Se a Uplay-en keresztül, se a YouTube-on. Ugye tavaly YouTube-on próbálták, de azt a szenvedést. Három stream között ugráltam folyamatosan, mert éppen mindig csak az egyik ment. Aha. Abból kettőt a Ubisoft hivatalosan csinál. Uh-huh. Hogy az is megér majd egy misét, ha eljutunk odáig. Hopp. Na, zenét váltottak. Zenét váltottak? Majd szóljál, ha olyan van, mert akkor bekapcsolom a zenéjüket, meg mit tudom én most egyelőre, nem. Majdnem azt hittem, hogy Assassin's Creed 2-nek a zenéje, de nem. Ahhoz nem elég tökösek Microsoftnál. Még majd utána... Hát ez az Xbox.com-os stream, ez azt hiszem nem igazán fog összejönni. Nálam most a Twitch-et remélem, hogy nem fogják kommentálni, mert akkor azt lehetne nézni. Az a baj, hogy szerintem a Twitch-eset, mármint amit effektíve a Twitch streamel, az szerintem biztos. Igen, talán. Mert ott, most ott ahogy mindig nézem, egész jó, de... Hát majd ez menet közben kiderül, sajnos ez rajtunk kívül álló dolog. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, mi is csak abból főzünk, ami van. Na, már kapásból rámentem a Twitch-esre, és már beszélgetnek, tehát. De várjál, mert nekem halott a izém. Tehát azért nem jön nekem... Nekem meghalt a flash, azért nem látok kommenteket. Ó, hogy a mókus ja, emelgesse meg a hátát ennek a gyökér Google Chrome-nak. Hát meg milyen alkalmazás? Én is a Chrome-ot használom, aztán nincsen semmi. Ú, de nem jön nekem össze. De ennél már csak a Firefox rosszabb, szóval. Igen. Én sokáig nagyon szerettem a Firefox-ot, de ez az állandó flash telepítgetés, frissítgetés, meg addonjaik sem működnek normálisan. Meg hát nincs is normális plugin, vagy addon, vagy minek hívják ott. Na, Twitch-en kezdődik a valami. Igen? És van hozzá kommentár? Náluk. Na most valami videót nyomnak le. Mindjárt csak be kell töltenem. Gears of War? Nem már. Ja nem, kezdődik az közvetítés szerintem. Akkor átváltok oda. Most már elvileg azt lehet majd látni, közben még nézem, hogy hopp, itt vannak a többiek is. User was moved user to Haliho. Your channel. Hello. And they're fearless. Na, pol most kezdődik a na, halló, sziasztok. Na, hello. Szóval, akkor ti vagytok az olcsó játékok egyvelege. Pontosan. Így van. Köszönjük a meghívást, hogy itt lehetünk. Szívesen, mondom, amúgy ti is streamelhetitek a sajátotokra, hogy meglegyen nektek is. De nagyon jó játék. Nálunk is folyamatban van, elvileg. Próbálom összehozni. Mi a stream címetek? Olcsó, olcsó a csop.
ha jól emlékszem. Egyébként valaki nézi a streamet, mert iszonyatosan jól néz ki. Persze. Nagyon komoly. Pedig Microsoft közvetítéstől nem vártam sokat. Hát úgy látszik, hogy a Xbox komos azt tényleg meg. Hát figyeljetek, a Sony-nál nem biztos nem lehet unalmasabb konferenciát csinálni, szóval. Ne. De ők az nagyon... Én még azért bízok benne, hogy... Bízok benne, hogy idén megmutatja. Én azt sajnálom, hogy a Bethesda-t nem láttam tegnap. Az tegnap volt? Az ma volt hajnalban. Ma volt hajnalban? 3 óra 30-kor kezdődött. Hát az nekem még tegnap. Ah, már megint ez a Bonnie Ross. De nem bírom ezt a csajt. Átvették a Halo-t, azóta állandóan ez beszél. Próbálok valami kinézetet rakni a streamnek, hát nem nagyon fog menni. In 2015, we're going to have a lineup in Xbox history. A lineup that includes new and innovative IP, groundbreaking indie games. No, indie gamer, az megvan. Az mindig van. Tudod, az, amikor nincs pénzünk játékot csinálni, aztán inkább indie gameket. De tavaly a Sony is ezt csinálta, hogy kiálltak valami 30 indie game-vel a színpadra. Halo game. Ó. Már megint Halo. Annyira unalmas. De annyira. Néztétek azt a... Vagy nem is tudtam, hogy megjelent a Halo film rendesen. Nem jelent meg Halo film. De hát az valami gagyi film, nem? A sorozat jelent meg az Xbox, nem tudom mi. Film, valami nem tudom én milyen... De nem az Spielberges, vagy a Spielberges? Nem a sorozat. Nem Spielberges szint. Mert a Spielberg volt úgy, hogy rendezi a Halo filmet a Halo Channel-re. Nem az a film lett. Teljesen más. Én elkezdtem nézni, de aztán inkább azt mondtam, hogy... Az a címe, hogy Halo Nightfall. Az. Hát de az a sorozat. Nem. Az a sorozat volt. Igen? Nem, ez egy normális, egész estés film. Hát akkor valószínűleg összevágtak, de a sorozat volt Nightfall címmel. A Niggerrel, nem? Azt hiszem, igen, de... Igen, mert az a sorozat volt. Én mondom, hogy akkor valószínűleg csak összevágták egy filmre. Milyen állatul néz ki ez ezzel? Legalábbis az a videó. Már előrendelheted. Igen, persze. Na, amúgy, hát másik böngészővel működik majd a Twitch chatem, szóval már azt nem látom. Most lehet, hogy nálam is megdöglött, vagy nem tudom, de most nem látok azóta új... ...fiat. Már gameplay-ünk is van. Na, ezek nem lacafacáznak. Tavaly ilyenkor már halálra untam magam. Nem, most sikerült összehozni az enyémet. Streamet. Aha. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de lehetne egy kicsit jobb minősége a streamnek. Elvég lehet állítani high-ra. Most át is nekem szorszonnom. Ja. Tehát az a legjobb minőség. Igen. Szerintem jó minőségű a tiétek. Hát nem úgy, nem azt, hanem a forrás. Tehát a Twitch-es. Ja, magát a forrást. Egy kicsit összefúzom hát az ablakot. Mondjuk ez, ugye Xbox-ra még nem jött Halo. De a Halo Master Chief Collection. Ja, hát ez felújított izé, hülyeség. De úgy érdekes, hogy a 4-hez hozzá se nyúltak. Pedig az is Xbox 360-as volt. Azt majd a Halo Master Chief Edition plus Xbox One Edition. Nem tudom, engem abszolút nem hoz lázba a Halo már. Hát a második rész óta engem sem. Hál' Istennek. Ez jó, Na ez viszont tényleg nagyon állatul néz ki, ahogy ott összeáll a háttérbe. Bármint az ilyen grandiózus dolgokat nem sok játék tudta eddig elrontani. Ugye, aki most csatlakozik be a streamet, be az elmondom, hogy Dávid a Pixeltől és az olcsó játékok egyesületétől
Facebook csoporttól vannak itt nálunk. Őket berakom ide. Kicsit látszódjanak a Teamspeak-en. By the way, ez kooperatív? Vagy csak többen vannak a kampányban? Nem, mostanában mindenki, vagy minden ilyen játék szerintem olyasú. Vagy nem, egyre inkább elkezdenek arra menni, hogy kooperatívből menjen a single player is. Kooperatív, mert ott volt a kopaszcsával, az előbb meg valami csal játszott. Aha. Mondjuk az ilyenek jó, én szeretem, de... Igen, csak a Halo-nál... tudom, az a negyedik részben... Ott ilyen külön kooperatív missziók voltak, de ez meg szerintem a kampány. Azért érdekes. Úgyhogy ezek a co-op játékok akkor jók, hogyha olyannal játszol, akit ismersz, és akkor együtt így beleélitek magatokat, és nem jön be egy hülye gyerek, aki előre van, és megtudjuk az első. Az csak barátokkal érdemes játszani. Mint a izében volt ilyen a... Mass Effect jutott eszembe, de nem arra gondoltam a... Azt nem, is az Electronic Arts... vagy nem tudom mi, mire gondolt. Nem, Electronic Arts csinálta ilyen FP... Syndicate. A Syndicate is csak akkor volt jó a kooperatív, hogyha a haverokkal játszottak. Mert amúgy meg senki nem tudta, hogy mit kéne csinálnia. Hiába voltak kasztok. Uh-huh. És az is egy durván alulértékelt játék lett. Nem tudom, hogy gondolom, hogy azért szépen ívet raknak majd erre a Microsoft konferenciára, mert azért a sok Microsoft Xbox fanalnak biztos, hogy ez az egyik csúcs most. Hát, nem hiszem, hogy most lőnék el az összes kukaport. Szerintem biztos tartogatnak valami nagy durranást, ha ezzel kezdték. Ráadásul egyből gameplay-jel semmi rizsa, semmi marketing duma. Ez furcsa a Microsofttól. Hát jó, de mondom, majd a Sony-nél nézzük, hogy így... Igen, másfél órán keresztül, hogy beszélnek a semmiről. Igen, ez amit mondtam a szombati streamben is, hogy Jack Tratton kisétál aranyórával, és megmagyarázza, hogy adjatok nekik lóvét, hogy legyen még egy aranyórára pénzem. Tehát... Ja. Akkor 10 csillió, billió PlayStation-t adtunk el. Na, végre a Halo-ban egy normálisan kinéző karakter. Ez jól nézett ki, dizájnra nincs mond ez a játék, kvalitáltam. Ja, hogy itt már nem a Master Chief lesz, a Chief bácsi? De, csak most már a négyjel együtt elindult egy új trilógia, tehát itt most már más az ellenfél. És állítólag most a... Ez most a helyedik? Ötödik? Be lesz Master Chiefnek ilyen ellenlábasa, tehát ilyen anti-Master Chief. Aha. Volt is róla ilyen nagy promó anyag. Ez. Ja, ez. Halló, öt, halló. Halló. Hát ez nem izgatossá. Nem vagytok konzolosak akkor ti. Nem az, hogy nem vagyunk konzolosak, ez most attól teljesen függetlenül mondom. Maga a játék nem érdekel. Hát, mert engem sem érdekelnek az ilyen játékok, szóval. Csak azt nem szeretem, hogy az összes ilyen konferencián mindig ilyen neve nincs, 26. fejlesztőt rángatnak be, hogy te figyelj már, egy kis prémiumért vállalt arra, hogy föllépsz az E3-on. És betanulja a szöveget, ledarálja, és akkor így... Ez lesz a legjobb játék, mert ebben van mesterséges intelligencia. Örüljetek! Ez annyira sablonos az egész. Na, már kipróbálhatják az E3-on. Ez minden... Mindenki, aki nézi a közvetítést, nagy hír azoknak. Igen, de itt mindig lefizetik az újságírókat. Ezt minden E3-on eljátsszák, hogy kipróbálható lesz az E3-on. És? Tehát én játékos vagyok, nem újságíró. Hát a múltkor ugye az EA konferencián azt, hogy bejelentették, hogy a Hardline, úristen, nem itt töltöttem még a Battlefront oldalát be. Szóval a Hardline az játszható lesz mindenkinek most azonnal. Az azért elég szép húzás volt. Bétában. Az nem az volt, hogy bárki beléphet a bétába, mert a BF4-nél is azt játszották, hogy mostantól. Mostantól, aha. Vagy így csak úgy bejelentették, hogy most mehet játszani. Igen. Mondjuk ez tényleg a Battlefield 4-nél is nagyon imádtam, mert
Én a 3 után nem mertem befizetni a 4-re egyből, és a beta az, ami meglökött, hogy akkor jó, egyből megveszem. És nem csalódtál benne? Aztán kiderült, hogy bugos, amit mindenki észrevett rajtam kívül. Tehát ja, én nem vettem jó. Észre. Tehát voltak ilyen videók, hogy nem tudsz átlőni a hullákon, meg ilyenek, én meg csak úgy nyugodtan játszottam, és úgy elkönyveltem, hogy jó, béna vagyok. Na, az jó. Na. De nekem például nem volt ilyen, hogy szétesett a net kapcsolat, meg ilyenek. Na, ez a Tomb Raider, ugye? Nem. Nem, ez a Destiny. Mint Destiny? Nem. Hát legalábbis nagyon néz ki ez a csaj. Nem, biztos nem, mert a Destiny az inkább PlayStation-os. Dehogy? Vagy de? Nem. Majdnem azt mondtam, hogy dehogy, de aztán rájöttem, hogy az egész Destiny-t ott mutatták meg. Metroid Prime készítői. Készítője, meg minden. Szóval izé, Kenji Mifune, vagy mi a tök ma neve? Az volt. Nagy arc. Tehennek ilyen izé, látszik, újjára. Látszik, nagyon kajája nincsen, mert nem egy vastag leányzó. Ez ilyen nagyon új IT szaga van ennek a videónak. Ez biztos az. Hú, de esik az eső. Úgyis, ott másik. Itt már esett, úgyhogy... Ide még csak jön, úgyhogy lehet, hogy én még itt el fogok ázni, amíg streameli. No. Nem már, megint robotok? Mostanában minden robotos. A posztapokaliptikus dolgokban most rájönben elkozók vannak. A Mad Max az nem volt robotos. Ja, jó. Fallout 4-ben is lesz egy izé power armorod, ami ilyen enyhén robotos attitűdje van. Igen, láttam. Amiben hátulról mész bele. Igen. Borda de jó, mint a izé Titanfall-ba, hogy megeszi a karaktert a robot. Az nekem a Fallout 4-ből tudjátok mi tetszik? Amikor a saját bázisodat, illetve a városodat fel tudod majd építeni. Igen, azt épp az előbb ez mondtam. Ez a kraftolós rész, az nagyon bejön. Én azt épp az előbb mondtam Abidosznak. Ha mekkora királyság lesz már. Az hatalmas. Bár azt kihangsúlyozták, hogy opcionális, tehát nem biztos, hogy nagy jelentősége lesz. Nagy egész szempontjából. Hát na. A készítők szerint, de szerintem mivel sokan ezzel fognak a legtöbbet játszani. Biztos. Ez ugyanúgy, mint ami most jön a Fallout Shelter. Jaj, ne, mobilokra. Ne, nekem ne, bejön az is. Nézzétek, ilyen lelke van a robotoknak. Ja. Lelke? Igen. Így belerakta a gömböt. Ami félben. A kutyából volt. És azt mondja, buddy, annyira bírom, amikor a robotokat így lebadizzák, tehát így haver. Hirtelen a Half-Life 2 jutott eszembe. Kutyával, ja, robot, kutya, stb. Igen, amikor ott játszasz vele. Igen. Ne már, gonosz robot. Level over 9000. Színe? Mi a színe? Na? Robotika. Rikor. Rikor. Mondom, ilyen lelkes lesz. Ilyeneket azért nem szeretem, mert akkor mindig látni akarok belőle gameplayt, hogy oké, okay, tök szép a CGI videó, de hogy fog ezt kinézni? Na, itt van Phil bácsi. Kicsit előrébb vagy, de nem baj. Good morning and welcome. Nem lehet ebben mit csinálni. Investing in and shipping new exclusive franchises. Nyomtam rá egy üzét. Kitettem ablakba, és akkor gondolom előrébb ugrott, vagy nem tudom. Mark Pacini and the teams at Concept and Armature Studios to create Recore, an exclusive new first party franchise for Xbox One. Hát, itt most elrontották az Xbox One-nél, vagyis az Xbox One-nál a dolgot, mert ugye Xbox 360-nál mindent megvettek. Bármint a nagy ízé, nagy kazettás lejátszóját elrontották, azt mondom. De most nem vásároltak fel minden stúdiót a Sony előtt. Egyébként érdekes, mert az Xbox 360-nál addig nem adtak el Japánba Xboxot, amíg meg nem vették a Ace-Combat-et. Tehát, hogy ott tényleg mindent bevásároltak. Most meg kiadtak egy korzát, azt hiszem, az volt az egyetlen exkluzív, ami tényleg exkluzív volt. These games make up what I believe is the greatest games lineup in Xbox history. Annyira szeretik monstrázni. Igen. Kicsit mostanában innen túl hype vannak, én úgy érzem. Sajnos erre a szaksajtó még rá is játszik. Na, szerintetek mikor lesz az a játék leárontva? Melyik? Ez gonosz volt.
Hogy a francba tudták elcsapkizni a Nintendótól? Pénze. No. Na már ezek is hozzák ezeket a marhaságokat. Mennyit kértek érte? Nem, szóval minden Xbox 360 játék játszható lesz a vonalon. Lehetetlen. Az azért nem jó. Lehetetlen, legalábbis lemezesen lehetetlen. És mi majd, hogyha online letöltik a régi játékokat, hogyha megvan lemezen. Csak úgy nem tudjátok. Meg lemásolják a PlayStation Now-t. Ennyi. Ezek szerint a Sony valamit jól csinál. De itt azt írják, hogy visszafele kompatibilis, nem azt írják, hogy letöltheted. Tehát backward compatibility. Hogy? Hát lehet, hogy digitális hangsúly. Mindjárt lő. With hundreds more added in the months to come. Digital Xbox 360 titles will start showing up automatically in your game library on Xbox. Ezzel az az egy gond van, hogy akkor is meg kell venni. Automatikusan vagy. Put your disc in, download the game and you're ready to go. No, no, download the game. With one of my favorite Xbox 360 games. This is Mass Effect on Xbox One. Jó. Tényleg az Xbox One-en fut. Nem az egyen, az van. Ja, úgy jön van, igen. Hát de most érted, látsz egy videót, tehát. The game runs exactly like it does on Xbox 360, but better, thanks to the power of Xbox Live. Ó, a most használják ki az Xbox Live-nak a tudcát, az fogja is jönni. Nem, hát nem is hát vagy nyomott. Ja, bocs. Azért működnek vele az Xbox 1-es free-fitterek az elején. Game DVR. Ez azért, megmondom őszintén, ez nem egy kis dolog. We've made this easy for game developers too. Egy kérdésem van, meg kell venni újra, vagy elég, hogyha megvan az Xbox 360-as? Mert a PlayStation Now-nál pont az a kibaszás, hogy csak bérelheted, és tök mindenki megvan-e vagy nincs meg, akkor is újra ki kell bérelned az adott játékot. Igen. We won't charge you to play the games you already own. Thanks. Micsoda, hogy amit amivel rendelkezel, azt megkapod? Amivel rendelkezel, arra megkapod? Szerintem csak a digitálisokat, nem? Now how you play is as important as what you play. Biztos van benne valami buktató. Xbox One controller, but whether you're a console gamer, a PC gamer or both, we know many of you want more. More customization, more precision, and more control in your gaming experience. Let me introduce you to the Xbox Elite wireless controller coming this fall. Hát a Sony-n szerintem aludni fogunk, ez amúgy érdekesebb ezből a szempontból. De még nem is láttál semmit. Egyébként azt hallottátok, hogy jönni fog PC-re egy wireless utca kontrollerhez? Nem. Tehát, hogy PC-re is menni fog a One kontroller. Igen, és az a lényeg, hogy... Az a lényeg, hogy nem vezetékesen, hanem a lényeg. Na üdvözlet, sikerült összeraknom a technikát, remélhetőleg. Kicsit váratlanul és meglepetten érteket. Nem baj. Wow! Ez milyen kontroller? Ugye? Hát nem tudom, a Sony-nak a izéje lesz a Morpheus, de más, én nem tudom, hogy kitalálnak-e. Azok szeretnek nagyon elkényelmesedni. Megértük az izét a konzolháborút, akkor már nem kell csinálni semmit. Igen, a PS3 sajnos erre egy nagyon jó példa volt. Az ugyanúgy kezdte, mint most az Xbox egy. A megjelenéskor. Nézd meg, az Xbox-nál azért próbálnak összeszedni dolgokat. Thank you so much. It is great to be back here. Na itt a Fallout. And even better to see so many familiar faces. We had an amazing experience on Xbox 360. Szerintem csak a gép. Ja.
vagy a ventilátor. Ez a két lehetőség van. We like most az én gépen is repülőgép turbinát az a régi kép, hogy mi az Lada ventilátor motor volt a gép oldalára téve, és az volt a hűtés, azt nem tudom ki emlékszik rá. Láttam ilyen képet. Na ezt mondtam a videós, hogy ez a bevilágítás iszonyatosan jól néz ki ebbe a játékba. Tehát az jó, hogyha agyon van Brightness-tel az egész, és nem lát semmit olyan fehér. Ilyet én is fejlesztek neked. Légy szíves, hogy kérni akartam. Nem baj, ha elkezd mozogni, akkor jobban fog látszani valószínűleg. Volt az a játék, amiben a festéket kellett lövöldözni, hogy lássál. Platon. Ja nem. Venis? Vanquish? Valami olyasmi, aha. Megvan, most volt ingyenes PS3-on. Hát abban nem vagyok kompetens. A címelem itt most kérten eszembe, mert valahogy nem érdekel. Elintem ez rohadt jól néz ki az a játék. Hát így a karja, ez tényleg jól néz ki. De most nem akarok. Ja, igen. Abit azt rohadt. Nem, tényleg jól nézett ki, ezt komolyan. Az az igazság, hogy én polarized fan vagyok, úgyhogy nekem teljesen mindegy. Grafikai mellékes számomra. Nem, nekem kimondottan fáj az első, ugye a harmadik résznek a grafikája. Tehát, lehet, hogy, tehát, hogy próbálják nekem mindig megmagyarázni, hogy a maga idejében nagyon jó volt, de nekem már a maga idejében is ilyen undorítóan hatott. Na de hát az Oblivionnak a motorját használta. Igen, és az Oblivion se tetszett. Pedig az és a Skyrim-re is azt mondják, hogy amikor megjelent, az milyen szép játék volt, és az se tetszett. Tehát a Bethesda az mindig kiváltja belőlem ezt a nézhet neki jobban is. De ez tényleg jól néz ki. Ez rohadt jó. Nagyon tetszik ez a látvány. Mikor abban biztos vagyok, hogy ez nem fogja leszívni a gépünket. Én, év végén. Hát ne is hívja le. Ahhoz valamennyire kevésnek tűnik. De nehogy már a grafikával akarnak eladni nekem játékot. Igen. Nem, csak nézd a videót, és akkor majd eladják annélkül is. Az tény. Én ezt már láttam, és ezzel megvettek kilóra. Azért meg megsimbálhattad a kutyát? Hát Ghost óta kutya. Kutyát eszik meg. Kutyával eszik a... Nekem azt tetszik, hogy lehet benne futni. Ja. Ez egyébként te... szerintem a játék mechanikailag ugyanolyan lesz. Star Wars plakizálás. Fegyver az tisztára Star Wars-os. Igen. Tényleg, azt hiszem a Battlefront gameplay-be is az ugyanígy nézett ki. Stormtrooper-ek. Ez meg ilyen fölhúzós, nem ez meg egy Bioshockból van, igen. Bár nem láttam a többi Fallout fegyvert, ha lehetettem magam felem. A Falloutban nem voltak ilyen fegyverek. Az a lényeg, hogy most te állítod össze a fegyveredet, tehát craftolhatod. És elég, néztem külön videót a fegyver kosztumizálásra, és elég részletes. Tehát az irányzékot, a csövet, a fegyvernek az alapját. Kb. Olyan, mint a... Ilyen három volt, Dead Space 3. Aha. Kb. Olyan részletesen összerakhatod. Akkor szakképzett fegyver, kovácsok elején van? Igen. Igen, mint a időben, annak idején a Ghost Recon-ba, hogy... ezt mondtad te. Igen. Over Armor. Jaja. Nekem tetszik. Nekem is. Mondom, legalább nem eszi. Nagyon. Nem eszi meg úgy, mint a Titanfall-ba a robot az emberként. Annyira jó a Titanfall-ban, ahogy megeszi az embert. Bár, de most egyébként éppen az egyik videóra gondolok, ahol tényleg olyan, mint hogyha megenni. Valamelyik E3-as videóban volt, hogy röhögtem az E3 alatt folyamatosan, hogy megette a Titanfall-ba az ember. Egyetlen egy baj lesz majd ezzel a játékkal. Hogy hosszú lesz. Ja, és hogy nem lesz időm vele játszani. Igen, mint most én a Witcher 3-mal, hogy próbálkozok, de a sztori... Nem tudok egyszerűen a sztorival játszani, mert mindig a mellék küldetések milyen leragadok. Egyszerűen annyira jó minden küldetés benne. De ez nem baj igazából, de... Mondjuk nekem kicsit sok a 20-as szálak a mellék küldetésekben néha. Tehát, hogy elmész valahova, utána az is elküld valahova, utána az is elküld valahova. Aha. Igen, tehát éppen most végeztem egy mellékküldetésen, ami 3 órán keresztül. Na, ezt mondom.
És így már meg is értem, hogy miért 100-150 óra a játék. Ó, nézem közben, hogy milyen kis mozitermet csináltál a podcast. Vagy az a közvetítésre. De most az enyémet közvetíted? Igen. Ez miért jó? Azért, mert tehát kellene a hangot közvetíteni, az E3-nak a hangját, meg kellene a mi hangunkat közvetíteni, meg ugye menne a lág is, és ez kicsit sok lenne szerintem. Egyébként ez, én nekem van erre egy megfejtésem, tehát az azért jó, mert így a mi késésünket ők még később veszik észre. Igen. Van egy enyhe csúszás. De igazából, hogyha sima ezt így beraknád a live-unkba, ugyanúgy hallanának minket a videószéktől kezdve mindenkit, mert TeamSpeak-en beszélünk, tehát... Team technológiai. Hova küldted? És így benne van a te hangod? A Gamehouse-a. Benne van így a te hangod is? Van lehet, hogy... De már Xbox-on lehet modolni a Fallout 4-et. Nem már. Ezt nem teheted velem. Hoppá. Osztarod. Ha ezt megcsinálják PS4-re is, akkor már nem is kérdés, hogy váltott Next Gen-re. Jaj, ne, kopasz? Az. Figyelj, de lehet, hogy most jelentik be a bezőkületet. Nem, sportjáték jó. FIFA. Igen, FIFA. Izé, nők mellén. Extra fizikai szimuláció. Innováció! From the Xbox 360 platform to players on Xbox One. Ez a másik aranyódás, tehát. Now that's going to be a lot of fun. Jó. Igen, és több ismerősöm is elő van fizetve rá, és ajnározzák folyamatosan. Hogy Dragon Age-et végigtolta úgy, hogy igazából nem is fizette ki a full price-t a játékért. Ja. Na, Madden, azért, hát amíg is amerikai, akik nem a FIFA-n. Ez a két Need for Speed-re nagyon hasonlít egy régebbi Need for Speed-re. Hoppá, szétlenet azt. Figyelj, azt találták meg az ugyanit, az Google-ra. Odaírjuk, hogy Need for Speed, oké, kiki beveszik. Na, sikerült. Meg megint a mikrofon, az folyamatosan be van kapcsolva. Igen, meg néha felerősödik a mikrofon. Pedig nem tett húztam. De nem az, csak ugye mindenkinek úgy van, hogy akkor kapcsolod a TeamSpeak mikrofonja, hogyha beszélsz. Ha Xbox-ex nem beszélsz. Ja, csatlakozik a Z-hez. A Z-ex-hez, az utánfog. Ja, az jó. De elkezdett 60 FPS-sel menni a stream. In the world of Thedas, because later this summer we're bringing the epic Dragon Age Inquisition to the EA Access Vault on Xbox One. Now let's go. EA Access members also get 10% off in the Xbox Store on full game downloads like FIFA 16, in-game content like FIFA Ultimate Team. No, I'm just asking Lotti to make this vote, but I'm apoyo kötelessége. For all of you out there that would love to play first. Hál' Istennek. Hál' Istennek. De jöjjök majd, nyugi. Jó, mint az olcsó játékok szakértői, mit szóltok ahhoz, hogy kiírták, hogy Play 4 lesz? In celebration of E3, we're opening up először is tisztázzuk, mit jelent a Play 4 lesz. Hát egy fizes kevesebbe. That's right, all majd meglátjuk. 12 titles. Igen, ez a hiszem, ha látom kategória. Igen, nekem igazából a például, ami most megy a Steam Summer szívesen, a... Na mindegy, ezt hagyjuk, tehát nem a legjobb. Mondhatni. Tehát a legtöbb leutazott játék, amit ki van rakva, annál simán találok olcsóbbakat is. Láttátok a GTA 5-ös akciót? Az nagyon kemény volt, az akkor átverés. Az nem az. Az nem akció. Az vicc. Az vicc. Na, majd jövő srácok. Viszont egy előnye volt a Summerslamnek, meg lett végre a Super Meatball. Végre. This will be the funniest, craziest, most over-the-top shooter experience you've ever played. We're tapping into the heart of what fans loved about the original and adding new characters, new worlds to explore,
Hát az a baj a Garden Warfare-re, hogy az első résznek annyira rossz volt a szerve. Ja, hogy kettő? Ja, ez így lefergett rólam. Annyira jó játék lenne, csak annyira laggol az emberek zenéje, rossz a netrendszere. Nem tudom, én nem vettem észre, amikor ingyenesen ki lehetett próbálni a Game Time-ba. Csak akkor tök normálisan működik. Föltettük kb. Két meccset játszottunk Walterra, aztán úgy annyi volt. Az is ilyen emberfüggő szerintem. Igen, engem se fogott meg annyira. Főleg akkor nagyon benne voltam a Team Fortress 2 CGO párosba. Ja, az izé része nem, amikor ember az ember ellen játszik, az nem laggol, mert normális szervek vannak. De az szaggat, amikor négyen mentek ő a Mass Effect módszerűségre. Igen, azt észrevettem, mert rajtam kívül senki nem csinált semmit. Tehát, hogy többieknek akkora volt a pillanat, hogy semmit nem tudtak csinálni mellettem, szegények. Ez valami single player-es, vagy mi a fa? Ja, így van, egy kópos lesz, mert már úgy tűnik, hogy nagyon izé. Hát de a zombi meg a izé növény egymás mellett volt. Ez ilyen poén akart lenni. Érted? Ja. Elektronikát köszönöm. De nem áll, hogy miért kell ezt is elvinni ilyen hiper-super extra durva fegyver irányba? Ezt kell a nép. A spór izénél nem jött össze a... Melyik volt ez a sport 2? Nem volt sport 2. Hogy az izé volt? Az űrös. Az űrkiegészítőre gondolsz, hogy lehetett űrutazni? Nem, a... Ja, Dark Spore, vagy mi akarod? Ja, igen. Na, ez is jó, ez nem volt annyira. Nagy siker. Jó, persze, de... Az a vicces, hogy a Plants vs. Zombies 2-vel már eléggé elásták nálam ezt a franchise-t, mert az egyet imádtam. Tehát megvan Originen, megvan Steamen, megvan tableten, mindenen megvan. Még PlayStation-en is. És... Egyszerűen a kettő kijött, ingyenes volt, hú de jó, játszottam vele, és nem már, most komolyan, milyen zombik ezek. Jól látom, a Város cím nem lesz bejelentve? Melyik? Forza? Forza, NFS. Ez? Nem, de ez nem. Nehogy azt hidd, ez a izé lesz. A Forza. Mondom. Azt hittem az Assetto Corsát akarják bejelenteni konzolóban. Biztos, hogy ezért az EA-vel tartogatja magának az NFS. Tehát még a Garden Warfare-t úgy volt, hogy elhozzák ide. Hát de nem mutattak semmit, tehát még lehet, hogy amúgy meg gameplay tudnak mutatni. Hányszor meg hányszor eljátszották már, hogy egyik helyen CGI, másik helyen meg gameplay. Most, hogyha lezuhanna az az autó onnan, de valószínűleg emberek tízezrei sírnának, mert... A Microsoftot saját magával akart kibaszni, hát igen, ezt játszották tavaly, hogy behoztak a színpadra egy autót. Azért, mert most föntről lógatják le, ez nem lesz jobb. Főleg úgy, hogy látszanak a kötelek, tehát akkor csináljuk már meg ügyesen. Csak nem tehetjük meg, hogy elsütítjük az egész termet, mert akkor nem látna senki semmit. De várj, ez valami új Ford. Az egyetlen érdekesség, hogy amikor bejelentették a Forza 6-ot, akkor erről volt egy videó, erről az autóról. Igen. Az a baj, hogy nem fognak már meg ezek az autós, sima autós játékok, hogy eszméletlen. Mondtam, én a nagy bizalmamat most a Project Cars-ba fektettem, aztán kiderült, hogy a Sly Kinect Studios az nem hazudtolja meg magát. Tehát a Shift 2-nek borzalmas volt a PlayStation 3-as verziója. Annak idején, és ugyanaz van most a Project Cars-szal. De ha most benyomják ugyanazt a videót, amit láttam, nem. Nem. Wow! Az autós játékhoz képest szép volt. Ez meg még szebb. Nagyon nyomják ezt az esőt, a Drive Clubnál is ezt mondták, hogy eső, eső. A izé volt jó, amikor kiírták, hogy a Sly Kinect Studio, hogy a legjobb izé autós játék PS4-en az a Project Cars lesz a kritikáknak. Hát, mert olyan sok van. Van egy darab még azon kívül, a izé az a... Még sose jelenik meg a PS4-es verziója, nem de... Brightland. Most mondtam, hogy ez. Én néztem egy pár kritikát a Project Cars-ra, és nem volt mindenki elájulva tőle. Hát annyira én sem vagyok elájulva, én megvettem, de annyira egy optimalizálatlan szutyok, és... Egyébként az a baj vele, hogy ugye jó bugos, de
ugye ez közönségi finanszírozás volt, de olyan szempontból, hogy ha beszálltál a fejlesztésbe pénzzel, akkor elméletileg részesülsz az eladásokból. Na most ezért mindenki odáig meg vissza volt, hogy úristen, hát ez mekkora játék lesz már. Aha, csak éppen maga a tényleges játék nem lett. Jó. Azt elismerem, hogy... Itt jön az a kérdés, hogy a hype-olásnak a kérdése szerintem. Igen, én a hype-olást már azóta így nem is figyelek rá, mióta egyrészt befürdött a Watch Dogs, ami annyira nem lett rossz, amennyire sokan lehúzzák, viszont tényleg nem lett egy GTA verő. A másik meg, hogy a Titanfall-ra kimerték írni, hogy higgy a hype-nak. Tehát az IGN konkrétan ezt írta le, hogy higgy a hype-nak. Hát, és a Titanfall egy jó játék. Hanem... Anélkül izéltem, kit érdekelt a Titanfall, azt egyszer csak láttam róla a videót, valamikor sokkal később az E3 után. Úristen, ez nekem most kell, azt megvettem. Tényleg abidosz neked. Annyira jó volt. Neked is sikerült bezsákolni az összes DLC-t? Igen, persze. Akkor jó, akkor egyszer majd, ha gondolod, leülhetnénk Titanfall-on. Jó. Ha találunk még valakit a szervereken. Dark Souls 3. Azt mondod? Ez az, akarom. Biztos vagyok benne. Nagyon nem vagyok biztos benne, de nagyon úgy néz ki. Hogy Dark Souls 3, légy szíves! Megcsíp! Megcsíp! Ne fogd meg! Amúgy most már kezd ilyen, inkább ilyen gyűrűkurásba átmenni. Ez biztos, hogy a Dark Souls 3. Vagy legalábbis nagyon hasonló hozzá. Légy szíves. Mit mondtál a gyűrűk uráról? Igen, nekem is az ugrott. Mindjárt felszáll a sárkányára, azt elkezdi Frodót kergetni. Legalábbis nagyon hasonlít így ez a csukjás valaki arra a fekete ruhás sárkány lovagokra, vagy mik voltak azok. Nem, ugye ez Dark Souls. Ugye? Igazad van. Igen. Le is adom, hogy Sárának az infót. Ha már ő nem lehet itt. Ez az izé! Nem az izé, Division. Hogy nézzem. Mi az a kenyérsütős valami? Az. Az. Milyen kenyérsütős? Nem. Az lesz. Mi az izé, az a... Iron Breath. Nem, igen, arra gondoltam. Nem, ez az izé. Nem, ez az Division. Világpremier, de nem mondjátok már, amikor már egyszer meg bemutattátok még gameplayt is. Hogy is beszélgettük szombaton? Hogy... Megvesznek kilóra? Vagy? Engem biztos. De most már engem is. Pedig ez csak egy rohadt előre vetve az videó. Szerintem ez a Division is kezd átmenni, ez a Duke Nukem Venitamba szegény. Nem, most a Ubisoft az nagyon próbálja meghúzni magát. Azért hogy mozgatnának a robotnak a lábalövés közben? Miért csinálják azt velem a CD Projektnél, hogy mindig ide megtalálom az egyik DLC-t és lenyomom a küldetést, hogy kiadják következő éten a másikat? But there was one thing we do know. Division! Most megint a gameplayt, azt várhatjuk a Ubisoftig. Ezért nem szeretem, hogy ugye a Microsoftnál már előnek minden nagyobb város címe. És ez akkor Xbox One-on fut. Már meglepődnék, ha Windows 10-en. Szóval úgy nézzétek a grafikát, hogy szerintem azt a izét hozzá. Nem, ez egy pre-render. Ez egy pre-render. Ne, ez nem az volt a...
De. Ezek így Game Engine-nek készítettek. A Game Engine-nel, de ezt előre legyártották. Nem, nem Xbox. Mindjárt jön a gameplay, megláttam. Legyen úgy. Ott van, mondom. Hozzá mindjárt a iszéta. Ott van, yes. Division gameplay, mondom. Van ott. Hol? Én csak a Division-t láttam, ne, a háttérben. Mindjárt jön a gameplay. A videó szajtotat. The Division is a deep, realistic action RPG that feels personal. This is New York. Action RPG. You belong in that world. You recognize it. Mm-hmm. You could be there. Akcentusos, alig értem. Mean, of course that you're a secretly trained agent, which video games will make possible. Neki is fáj beszélni. Örülj neki, hogy francia, és tud angolul. Mint a izének, a Ubisoftnak a főnöke. Ott találtam, mit mond. Life players have been among our most passionate fans. That's why I am pleased to announce that Xbox One players will be the first ones. Előbb azt mondta, hogy Secret Legion. Tehát lehet, hogy a Divisionnek tényleg nagyobb jelentősége lesz, mint gondolom. Nézd meg. Beta exclusive. De decemberben. Akkor ezek szerint tényleg jövőre jelent. Igen. On October 13 we launch Rainbow Six Siege, the next installment in the Rainbow Siege franchise. Akkor még sincsen izé. Nem, majd a Ubisoftot. Hidd el nekem, hogy a Ubisoftot. Fun gaming roots. Azért nem volt az prerendered, amit mondasz, mert akkor nem ilyennek csinálták volna. Akkor sokkal jobban nézett volna. Game Engine-nel ment, de előre legyártották, tehát ez nem konzolon futott, hanem az csak egy videó volt, erre gondoltam. De a grafika amúgy az, ja, az így fog kinézni, mert már a gameplay videóban is így nézett. Thanks to the backward compatibility on Xbox One. Na, már megkapják. Na jó, egyikkel se játszottam, de valahogy pont nem Xbox One-on akarom elkezdeni. A kezemben most itt megfogtam a PS3-val. Még egyszer se játszottam vele, meg kéne adnom. Van valamelyik Vegasról bemutatód? Thank you. Nincs. Az egyet végig játszottam, amúgy. Majd nézek egy gameplay-ta. Na, ez kezdett érdekel. Ezen a pályán volt a béta. Illetve ez volt az egyik pálya a béta. Aha, ez érdekel. Remélem, hogy összejövünk haverokkal öten. Bár eddig senki nem akarja megvenni az ismerettségemből sajnos. Aki azt mondja, hogy izé, cségókoppintás, csak köze nincsen hozzá egyébként. Október 13, hát elég rossz időzítés. Mikor jön a Star Wars? December. December? A filmmel egy időben próbálják kiadni, hogy decemberben. Olyan soká, ne vicceljetek meg. Itt vagyok a hivatalos oldalon. November 17, bocsánat. Azért, én hibáztam. A film jön decemberben, bocsánat. Hát figyelj, október, november, egyébként most a téli szezon, meg az őszi szezon az nagyon sűrű lesz, ahogy néztem a megjelenéseket. Hogy fel kell kötni a pénztárcánkat, meg a gatyánkat. Azt szerintem nem fogunk fázni a télen, mert szabadban nem nagyon fogunk tartózkodni. igen. Főleg, hogyha addig megjön a Witchernek a két nagyobb kiegészítője, akkor össze biztos, hogy nem mozdulok. Ha lesz egy kis szabadidő. Battleborn? Nem. Mi ez? Kukuriku. Hát az biztos, hogy még egy Team Fortress clone. Igen. De ez nem a Battleborn, mert arról pont van néztem egy videót, és ez nem. Ráadásul ez nem multiplayer játék, hanem kooperatív. Már lehet én is. Egyébként azt várom, hogy a nagy mobalázban mikor fognak végre bedobni egy FPS mobát. Az még nagyon jó. Gigantik amúgy. Indoszínzés Xbox One exclusive. Ha megnézed, annak a bagolynak a dizájnja hasonlít a izére. A Avatáron a minden tudónak a
Igen, tényleg. Annan most volt ismerős, gondolkodtam, onnan van aztán. De nekem is ismerős volt, de ez így nem ütött volna be. Jó, hát nagyon minimálisan, de csak ugye a mozgás az ugye. Nem, igen, valami rajzfilmre emlékeztek valami. Ja nem, a izére. Aj, melyik volt az a játék? Volt egy ilyen kézzel rajzolt játék, de hasonló feje volt a... Te izé volt? Popeye? Nem. Csak a kinézete. Igen, de ez... Jó, hogy ezek izé? Armament, áthallás. Ezek az indie fejlesztési játék. Oh. Egyébként az a vicces, hogy nagyon rámentek a készítők erre az 5v5, meg 5 fős multiplayer élményre. Mert például pont ma reggel kaptam egy e-mailt, hogy lépjek be a nem tudom milyen neve nincs játéknak az 5 fős multiplayerébe, bétába. Most is néztem, hogy a Battleborn is 5 fős lesz, az ugye a Borderlands-nek lett az utódja, Gearbox csinálja, akkor a Siege is 5 fős. Árt jön a izére, Vána. Imen elképzelhető. Ez a Microsoftnak ez a Fox ID, vagy mi a címe? Ez most nagyon beindította a kis költségvetésű fejlesztőket. Ez ID Xbox. Nagyon nyomják minden konferencián. Chris Charlotte. Hey everybody! What you just saw was a sampling of the titles coming from the more than 1,000 independent developers making Xbox One and Windows games as part of the ID at Xbox program. You know, enabling creators to realize their visions and deliver incredible new experiences to Xbox players around the world is what the ID at Xbox program is all about. Pedig én jobban bízom az indie címekben, mint a nagy címekben. Nekem már kicsit unalmas, hogy mindig az indie jelző mögé bújnak, hogyha nem tudnak valamit megcsinálni normálisan. I'd like to introduce you to some amazing creators persze, az indie játékok törjenek előre, haladjanak szépen. Az a baj, hogy a legtöbb indie játék már úgy van, hogy ők igen bebújnak, hogy indie, de olyan mértékig hát, most így rossz jelzőként fogom használni a kapitalista cégek, hogy tényleg csak azért vannak, hogy kizsigereljék a fejlesztőket és a játékosokat is. Fognak pár tehetséges fejlesztőt, nem adnak nekik szinte semmi pénzt, aztán ezek a befektetők azok jól kihúzzák be. Nekem most ez az Early Access mióta bejött a Steamen, meg úgy általában a Kickstarter, meg a többi közönség finanszírozott dolog, azóta van az az érzésem, hogy ez az indie szféra a kezdeti nagyon remek játék felhozatalból elment egy olyan irányba, hogy mi indik vagyunk. Most itt van például a Hatred, ugye a Pixelen próbáltunk, vagy próbálunk csinálni belőle egy bemutatót, és az én gépemet iszonyatosan undorítóan fut. Pedig a gépem a Witcher-t is kihajtja, a Witcher 3-at. Azt valamiért nem. És olvastam a Steamen a fejlesztőknek a ilyen update-jét, hogy bocs, kis csapat vagyunk, és ez egy új engine. Érdekes, más indie fejlesztő tudott konzolra fejleszteni FPS leesés nélkül az Unreal Engine 4-gel. Ők nem. Bocs, kis csapat vagyunk. Our small team in New Zealand. Azért a 3500 forintot, meg a 3500, nem, 16 euró. Azt a 4000 forintot elkérik érte. In a place where player-to-player relationships are key to survival. But who to trust? Ami bosszant indítélem, vagy hát bosszant, az a rengeteg olyan játék, aminek a grafikája 1900-as éveket idézi. Nem tudom, mert azok között például én most rátaláltam egy gyöngyszemre. Annyira ingyenes, hogy a készítők közzé tették még egy még open source-nak is a játékot. Elérhető tabletre, a Steam-en megvásárolt 5 euróért, de letöltheti a készítőknek az oldaláról ingyen. És egy úgy képzeld el, mint mondjuk a Zeldát végtelenül lebudítva. Gondolom a Zeldát azt valamennyire ismered. Igen. Szóval a régi Zeldákat, tehát az NES-es Zeldákat végtelenül lebutítva,
cserébe, hát én napokig nem tudtam belőle kiszállni. Tehát, csak az, hogy random generálja folyamatosan a játékot, de olyan szinten, hogy a tárgynevek, tehát ha egy tárgyat megismertél, nem biztos, hogy a következő újraindításnál ugyanaz lesz a tárgynak a hatása. Mondjuk egy potionnél. És annyira ki kell tapasztalni a játékot, és annyira izgalmas tud lenni, pedig tényleg fölülről nézel, és ilyen dungeon beszaladgálós. De ebben mi a jó, hogy még a potionok nevét is változtatja, meg mindent, tehát nincs kapaszkodód, vagy valami. Ez most ugyanaz, mint a Dark Souls-nál mérj azt, hogy tudod, hogy meg fogod szívni, és mégis neki mész. Tehát én mostanában eljutottam arra a szintre, hogy egy játék ne a grafikájával, meg ne azzal fogjon meg, hogy mennyire egyszerű, mennyire betanulható, hanem igenis rángassunk ki a komfortzónából, és menjünk vissza a 90-es évekbe, amikor nem az volt a kihívás, hogy az egyik játékban fél óra alatt megtanulod, a másikban meg csak 45 perc alatt, hogy kell játszani. Ne ez legyen a kihívás, hanem az legyen a kihívás, hogy a játék tényleg azt mondja, hogy na, itt vagyok, játsszál végig. Maga effektív a gameplay nyújtson kihívást. Egyébként nagy lootrit nem árul a játék, mert egy színű potionre azt hiszem ilyen 2-3 variáció van, hogy mi lehet. Tehát annyira nem szörnyű, csak nyilván bele kell tanulni. Az a baj, hogy ezekhez a játékokhoz mindhez idő kell. És sajnos kinőttem abból, hogy nekem olyan sok időm legyen rá. Sajnos. Hát igen. Ez a baj. Hiába mondom én is azt, hogy a videójátékok meg a gamerkedés az kortalan, hogyha az embernek egy idő után már időt kell áldozni a másra. Tehát ott van például most a YouTube-ozás, most én is beleszálltam a Pixel csatornán, és most jöttem rá arra, hogy mennyire nincs időm sok mindenre. Mert hogy azt is csinálni kell, videót is kell csinálni, de akkor kéne a magánélettel foglalkozni, stb. Ezért csináljuk mi a live-okat szinte csak, tehát rögzített, vágott videó nincs. Tehát, amihez éppen kedvünk van játszani, azt elkezdjük játszani, live-ot indítunk, és akinek van kedve, az megnézi. Utána meg legfeljebb megmondja, hogy hülyék vagytok, hagyjátok a francba. Ebből se szoktátok tölteni sehova? Hát a YouTube-on utána megmarad, tehát utána visszanézhető. Az is például egy jó felfogás. Jó, igen, mert az élő adás ugye mindig egyszerű, csak egyszer kell. Utána, hogyha ti is ott vágtok, azért is csináltam az ilyen padavan programot én is, hogy akik úgy szenvednek a videókkal, mint ti, hogy tényleg annyi erőt és energiát beleraktok, azok megkapják. Hát most lehet a figyelmet, mert azért ez tényleg tiszteletből minden. Konkrétan például ott van az első bemutatóm. Ja. Igen? Annyira idézi a régi nagyon retro meséket, ja. De annyira jól áll neki, nem tudom. Igen. Ez a gyerekkoromat idézi föl benne, amikor tényleg ilyen rajzfilmek mentek. A Mickey Egérnek a legelső változatai, meg a bolondos dalamok. Szóval például ott van az első bemutatóm az Incredible Adventures of Van Helsing 3-ról. Azt például ugye egyrészt első bemutatóm volt, másrészt meg nagyon szerettem volna saját számízem szerint igényesen megcsinálni, 3 napig csak a vágás volt. Tehát, és ebben nincs benne az, hogy felvettem a hangot hozzá, nincs benne az, hogy utána olvastam minden egyes kis részletnek el. Tényleg munka van vele, viszont amikor aztán látod azt, hogy az embereknek tetszik, az kárpótol. Ez biztos, hogy rengeteg munka ezt megcsinálni, ez tény és való. Hát ha valaki ilyen videóbemutatót csinál, az a legtöbb időt elvevő. Nem, mert sokkal több, mint hogyha írnál róla, sokkal több, mint hogyha tényleg élőben csak úgy csinálod a dolgot, hogyha össze is vágod, hát azt tényleg annyi végtelen lehet. Még te csináltad a legjobban, hogy leültél, játszottál vele, elmondtad róla, ami gondoltál. Tehát az is egy könnyebbik mód, az is egy jó mód rá, de
Például én meg azt nem tudnám csinálni, tehát akkor nem tudnám úgy rendszerbe szedni a gondolataimat. Egyébként nehéz, én mondtam is Walternak, hogy én nem nagyon tudok játék közben beszélni, bár kezd kialakulni valami ilyesmi, de én oda koncentrálok a játékra, és ezáltal kevesebbet beszélek. És ez főleg akciójátékoknál jön ki. Én például ezért vagyok bajba a gameplay-jel, mert az, hogy leülünk ketten játszani, oké, tehát akkor úgy elhülyéskedünk, tehát nyilván nem folyamatosan beszélni fogunk a játékról, meg mit, hanem hülyéskedünk. De az, hogy én egyedül leüljek és nyomjak egy gameplay csatornát, tehát már többször tettem rá próbát, és így itt olyan egy 20 perces videót képzel, aminek kb. Így szakaszosan, ha összevágod, akkor 10 perc csönd. Tehát a fele az effektíve csak gameplay. Várjatok, most Daisy van. Na, soha el nem készülő játék, de a pénzt nyeri. Igen. És most Xbox One-ra is jön a soha el nem készülő játék. A konzolosokat is le kell húzni, nem? Ja. Igen, de egyébként a Daisy az annál legalább látszódik a fejlődés. Hát ez az, hogy látszódik egy éven, te ránézel, akkor rájössz, hogy egyre több minden van benne, mint pont egy évvel ezelőtt. Hát azért, amikor kijött a közönség nyomására, kijött a alfa, ahhoz képest elég gyorsan bekerült a jármű használat. És kb. Ennyit tudok róla, mert én modos vagyok én ma is. Annyira nem ismerem a Daisy-t, mennyire lehet benne craftolni, vagy ilyesmi. Nagyon. A modba például már... jól emlékszem, már azzal se játszottam mostanában, de jól emlékszem, már ilyen komplett sátrakat, meg ilyen bázisszerűségeket létre lehetett hozni. Tehát a módban nagyon jól megcsinálták. Ők szóltak előre, hogy rácok, nem most lesz kész a játék. A közösség rinyált folyamatosan, hogy adjátok ki a teljesen különálló játékot. Azt mondták, hogy jó, de időbe fog telni, amíg még elkészül. És ezért nem tudok rájuk haragudni, mert ők tényleg korrektül megmondták. Az meg, hogy kiveszi meg félkészen, az meg mindenkinek a szíve jön. Azt nem mondta, hogy a Daisy alkotója csinál egy idét. RTS-t. RTS-t? Hát most nekem ez a sok műhold, azt hittem, hogy RTS lesz. A Lombik Baby. Ugye megszületik ott valaki? Coming soon, tehát ebből is olyan sokat tudunk. Ez a semmit mondó trailer, tipikus esete. És a Microsoft az tele van ilyenek. De az azért jó, mert akkor, hogyha valami nem jó, mondjuk senki nem tapsolt, akkor lemondhatják a fejlesztőket. Végre! Végre! Erre vártam. Csak ezért érdekel a Microsoft. Xbox Exclusive Holiday 2015. Ilyen 6 hónapig Xbox. Az első, ez az új rebootos Tomb Raider, az nekem nagyon pozitív csalódás volt. Kicsit. Én meg alapból, tehát már amikor megmutatták az első gameplayt, már akkor zabáltam. Mint mondjuk most ezt is. Sikerült nagyon jól fölvenni a szállat szerintem, valóban ennél a Tomb Raider-nél. Én attól féltem, hogy olyan lesz, mint az Angelina Jolie-s film, csak kisebb cicikkel. És nem olyan lett. Tehát nagyon jól elkapták ezt a Lara még nem túlélő. Bár mondjuk az egyetlen negatív, hogyha már nagyon bele kell kötni a játékba, akkor az, hogy túl gyorsan vál. Tehát fölmegy a hegyekbe egy szállunkbe, és fél olyan játék után már nem is fázik. Azért az első már teljes mértékén immunis lesz mindenre ilyen szempontból. Jó, mondjuk, hogyha DLC ruhákat fölvesz, akkor persze ezt is ki lehet küszöbölni, de ne én fizessek már azért, hogy ne fázzon Lara. De az a hajanimáció. AMD. Nem, ez már Nvidia Herbers, fogadjunk. De azt mondtad az előbb, hogy kicsi cicikkel nem lehet eladni a Tomb Raider-t. Tehát most felöltözteted a hegy tetején vastag ruhába, akkor semmit nem fogsz látni belőle. Nem azt mondtam, hogy nem lehet eladni. Hanem, hogy azt hittem, hogy olyan lesz, mint az Angelina... Ez gameplay. Tehát azt hittem, hogy olyan lesz, mint az Angelina Jolie-s film, csak kisebb mellettel. És nem lett igazam.
nem lett igazam, tehát... Jó, de ugyanaz lesz itt is, hogy folyamatosan szívni fog. Nem? Ez volt az előző részben is. Hát ezek olyan dolgok, hogy mi a fenéri a szíve? Miért kezdett el egy ilyen helyen elkezdni felmászni, ahol instant esnek le a dolgok, és nagy hát dolgok. Nem látod, hogy csak így tudnak belekapaszkodni. Tehát a fejlesztők megmondták nekik, hogy itt mentek föl, mert itt tudok belekapaszkodni. Ezt a God of War-nál is néha nem értettem, hogy miért pont ott? Kratos miért ott mászik föl? Shangri-La? Talán? Nem, az előző részben volt. Nem? Ebben a darában valami vihargenerátor van? Mert az előző részben is... Tényleg végigjátszottad? Lehet szabad spoilered? Nem. A francban. Azt hittem, hogy azóta a szombat óta végigjátszott. Nem. Mindegy, van benne egy nagy vihar. És... Nem kell. Elég, tudjuk, valótorodnak a viharra, ennyi. Elég, most jó. Így. Azért mondom, hogy jó. Vihargenerátor van. Akkor az elején van egy nagy vihar. Azaz. Mondjuk az az animáció az elején, amikor ugrik a... és a faszi el akarja kapni és leesik, tehát... Ott azért már megdobbant bennem az E3 alatt egy ilyen féltés, hogy ne, Lara. Pedig akkor még nem is, ugye nem is ismertük a karakter, csak épp, hogy bemutatták a játékot. Na, tessék! Csak... Igen. Ez a... Ennél már nem lehet rosszabb? Ezt nem tudom máshogy kifejezni, ez a 2015-ös szopás generátor. Tehát volt, vagy nem generátor, szimulátor. Tehát volt már farming szimulátor, volt már mindenféle szimulátor, még gold szimulátor is, de ez a szívásnak a... szimulátorra lesz. Már az előző is az volt. Most ott hagyta lógva a társát, mikor az előbb megmentette az életét. Szerintem nem ott hagyta lógva, hanem hagyta, hogy elvigye a lavét. Igazi túlélő, látjátok. De egyébként azt leszámítva, hogy kicsit élesebbnek tűnik a kép, nekem annyival nem tűnik szebbnek, hogy most hú de leessen az állam. De lehet, hogy csak én vagyok... Hát figyelj, azért ezzel a bitrátával, amivel most a Twitch streamel, nem igen, hiszem, igen. Igen. Tehát most a bitrát az tényleg ócska, de bezzeg, amikor Phil Spencer beszélt, akkor olyan szép 60 FPS és éles képet kaptam, hirtelen. Hát az a kódolásnak a köszönhető, hogy a akció kódolásnak kevesebb. Ez a kódolásnak köszönhető, hogy eleget fizetnek, akkor szép a kép, és Phil Spencert muszáj még a bőrragyáit is megmutatni. Hát azért kapja a Twitch-eló. Mondjuk ez a tavalyi E3-nál volt nagy téma, hogy persze, mert a mit tudom én melyik konferencián gyönyörű volt a kép, a másikon meg nem. Az egyiken akadozott, a másikon meg nem, és mindenki poénkodott, hogy persze, mert az egyik többet fizet, mint a másik. Egyébként pont Sony versus Microsoft téma volt. Na már megint itt maradt túlélni. Igen, megint partosan, megint elkapják. Ez is Holiday Call-jön. Igen. Hát mindenki depressziós lesz az ilyen. Mert szerintem a Dark Souls is ünnepi időszakban jön. Bár arról még ugye nem tud semmit szinte. No, nem már. Azt láttatok, hogy a Scorpio bemászott a koponyába? Igen. No. Ez tényleg így fog kinézni a játékba. Nem néz ki rosszul. Ez a baj, hogy megint látvány készített. Értem én, hogy a bejelentéseknek, meg a különböző bemutatóknak ilyen nagy látványkonyhának kell lennie, de az első része azért vett le a lábamról, mert Pressafix, meg milyen szép volt Larának a koszos bőre, hanem ott tényleg a játékmenet, meg a karakter. Larának a karaktere, de itt ebből csak annyi látszik, hogy Lara depressziós, ugye volt az a CGI videó, ahol orvosnál beszélgettek, a pszichiáterrel, meg itt ez a töménytelen robbanás, tehát ennyi látszódik. Battletoads. Panjuk az új. Nem már visszahozzák a régieket.
You never forget your first game. And the more of them you play, the more of them you love. Nagyon erősik most az így, a Microsoft azért nem nagyon volt gyenge címeddig. Amúgy hallottad, hogy mivel kezdte? Hogy soha nem felejted el az első játékot. Ja, a Super Mario Brothers, tényleg nem felejtem el sose. Valahogy szerintem nem ugyanarra a játékra gondoltunk. Microsoft. Rare. Ugye nem az új izét, Banjo-Kazooie szellemi folytatást akarják bejelenteni. Starterem megprojekteltek. Nem, csak simán visszahozzák a régieket. Ez nem valami ilyen... Mi a szösz lesz? Rare Replay, 30 games. 30 dollárért 30 játék. És mind ilyen rare játék. Hát mint a GOG.com, csak most jön ide. De szerintem ez ilyen csomag lesz csak. Azért mondom, nem... csak hát jó, igen, csak között is van. Nem, ezzel egy bajom van. A Rare egy-két kivétellel soha nem tudott jó játékot fejleszteni. Tehát a Banjo-Kazooie-t próbáltam, az ilyen Crash Bandicoot-os platformer játék szeretett volna lenni, az úgy működött. Nem is tudom, és más nem is jutik hirtelnek rendetek. De valakinek ez biztos bejön. De az a Teradek az micsoda ott a jobb alsó sorokban, olyan csillagkapus a betű az. Szerintem az a Twitch-nek a... Igen? ...nek valami támogatója, vagy valami ilyesmilyen, vagy magának az Xbox-nak. Ez a Stargate-nek az alap, a betűdei típus. Igen, egyébként most ennyi mondod, tényleg. És egy retro játékunknál retro sorozatról beszélünk. Today I'm proud to give you a first look at a new exclusive game from Rare. Na, közben visszajöttem. A game that will allow our players to have a streamet, vagy valamennyire tudtad figyelni? Nem, egyáltalán tudtam sajnos. Miről maradtam le? A Tomb Raider-t láttam még most. Hát, akkor nem maradtál semmiről. Ha már nem figyeltünk, az ünnepi szezontól minden Xbox van, visszafele kompatibilis lesz Xbox 360-ra írt játékokkal. Legyen az digitális vagy lemezes példány. Nem kell fizetni, sőt támogatja az Xbox One közösségi funkcióit. Képernyő megosztás, nem képernyőkészítés, mi? Videórögzítés, úgyhogy bof. A Blu-ray ezt hogy olvassa visszafele a DVD-t? Erre kíváncsi leszek. What this? Na nem ez a Zelda, az új Zelda. Nem. Microsoft konferencia. Microsoft. Meglepnél. Tényleg. Föl kell írnom, hogy nézzem holnap a Nintendo-t. Mert Zelda, a Star Fox és kb. Ennyi, ami érdekel. De hogyha ezeket nem mutatják meg, akkor full legyen a szem. Valami nagyon kalózos. Az hát, kalózkan. Mindjárt így Jack Sparrow így elszalad a képen. Ilyen öt poligonnal, vagy hogy? Eltántorog. Eltántorogunk. Jó, hogy bejön és így. De Dimension Pinion, de szerintem az valami kalandjáték lesz. Az hát. Nem, inkább logikai. Uh-huh. Ez a szkópos. Mondtam, hogy kalózos. Az a Monkey Island-es izé, az nem lehet. Lehet, hogy Monkey Island. Arra gondoltam egy kicsit. Tudom. Én is arra gondoltam. Ilyen Monkey Island. De az a kalandjáték, ilyen kattintóosan. De jó hallottam ezt mondani, hogy Return Monkey Island? Nem volt annak idején valami ilyesmi, vagy igen, Donkey de... Kong, vagy mit ja, tudom azt hittem, én. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy ez lesz az, de hogy az már 1000 éves. Hát annak valami felújított verziója. Hát de az furcsa lenne 3D-be. Miért? Ez valami miért világú... Miért lenne furcsa 3D-be? Ja, hiszen az hallott 2-es izometrikus nézetű volt, aztán mégis FPS lett. Igen, de hát hogyha az eredetit felújítják, akkor átrakni oldalnézetes kalandjátékból first personba az kicsit radikális változtatás lenne. Mert a Fallout 3 az egy teljesen új játék volt. Hát az... Fölösleges minden okfejtős. Sea of Thieves, ha jól olvasom. Azaz. Xbox One and Windows 10. De most ezt jól értettem, hogy egy ilyen MMO-szerű, nyílt világú... Valami ilyesmi, igen. Ez kell nekem, mindig akartam kalóz lenni.
great beauty. Ott a Black Flag. Igen, csak éppen a körítés mindig olyan szép minden egyes ilyen játéknál, hogy hú, milyen új MMO-t fogtok kapni, gyertek, játszatok, és talán becsatlakozol, játszol, és minden tök ugyanazt kell csinálni. Menj, gyűjts 10 fókhálót. Majd 10 év vovozás után ne is mondj. Na hát, te is vovoztál, akkor tudod, miről beszélek. És ezt fejeld meg a trollokkal. Igen. Itt a troll gyerekekkel. Mert hát annyira szépen be tudják mutatni ebben, ezekben a renderelt videókban. Jó, nem renderelt, bocsánat, a játékmotorját használja, az is egy újfajta szlogen. De úgy ezt mondhatja Abidos is, hogy akárki, de ezek minden előre rendereltek. A végtermék sose így néz ki. De úgy is, persze. Egyrészt hiába nyomod rá, mert ugye nekem a legszembetűnő mindig az, hogy éles. De te, ha játsz, mondtam, hogy Fable Legends. De viszont ha te játszol, hiába nyomod maxra az élsimítást, akkor is látod a retéket. Tehát akkor biztos nem lehet kép által meghajtott, nem renderelt videó. Vagy demo, vagy akármi. Ez az egyetlen. Hát egyébként nagyon jó példát tudnék mondani, ami ugye a... Melyik E3-on volt? Talán még a tavaly, nem a tavalyi már nem volt kint. A 2013-as, igen, ugye a Watch Dogs. Ja, igen. Na hát igen. Szerintem az egyik legjobb példája az agyon hype-olásnak. Igen, de mondjuk ott láthatóan romlott a grafika. Amúgy volt az iszta. Azt a... Nem motion blur, hanem nem tudom minek hívják azt az effektet, amit levettek a végső játékra. Mondjuk ott... Teljesen minél jobb, hogy a játék az egy... Romlott a grafika. Multijáról is beszéljünk. Szerintem az egy nagyon alul értékelt játék lett a végére, mert ha nem próbálták volna ilyen képekkel, mint hogy mit tudom én, marha jó, hogy ekkora San Andreas, de a Watch Dogs az ilyen meg olyan tényleg, ilyen képeket nem rakott volna ki a Ubisoft, nem ásta volna maga alatt a fát. Hát nem voltak egyéb pozíciós, volt egy olyan élő szereplős ilyen videó, ami ilyen kandi kamerás volt, hogy az utcán emberek adtak egy telefont, és előre volt már rendezni. Az automatás. Ja. A lámpákat kikapcsolta a telefonjával, stb. Mindegy, szóval ezek nem kellettek volna szerintem. Az a vicces, hogy még a YouTube közösség is adta a lovat a játékosok alá, ugyanis persze. Már még meg se jelent a játék, már készült egy élőszereplős videó, ami olyan überbeteg volt, hogy mondom nem árt, tehát ez kurva jó. Azóta is szeretnék egy Watch Dogs filmet, mert egyébként a játéknak a története... Az jó, az a nincsen gond. Csak maga, amikor a játékot játszott, csak mész a városba, elkezdett ezt olyan unalmas lenni. Ugyanazok a hekkelések. Autóvezetés. Tehát annyira az... ritka gány lett. Ennyi hibája lenne, azt megenné az ember szerintem. Hát mi Lacival próbáltunk multizni benne, körülbelül másfél óra volt, egyáltalán összebírtuk magni a multit. Én összehoztam, de ritka unalmas. Mi is összehoztuk aztán. Nekem nem volt semmi gondom ilyen téren a multival, de közben szerintem bejelentették azt, hogy kompatibilis lesz az Xbox One-os játékok kompatibilisek lesznek a Oculus Rift-tel. Lehetetlen. De azt valamit mondott, csak nem hallottam rendesen, hogy a Windows 10-nek a segítségével. A vanos játékok, de... So far, we nagyon mondtad. Hát szerintem úgy. Azt ugye tudjuk, hogy izért van joystickot adnak minden izért Rifthez. Nem 360-at? Van? Van. Microsoft HoloLens? Egyébként szerintem az lesz, hogy streameld a boxos játékodat Windows 10-re, és Windows 10-en meg Oculus-szal átrakja neked ebbe a... Ne, megállt! Megállt? Mi állt meg? Most már megy. A stream megállt. Na, a Minecraft. Még egyetlen egy ejtett képkockám sincsen, szóval biztos, hogy már a stream firmál nekünk. De nekem megállt, tehát elkezdett bukkerálni. Na, a Twitch-en előfordul. Minecraft. Azt hallottátok, hogy ízdatlan összegeket fizettek a Mojangnál dolgozó embereknek, hogy maradjanak? Csak azért, hogy a Minecrafton dolgozhassanak. Nem. Pedig nem rossz az a Minecraft, én nagyon szerettem, csak aztán meguntam. 1.8.2-ig játszottam vele, aztán rájöttem, hogy nem az igazi, tehát nem nekem való. A Minecraft? We can't wait to share more with the community there and be inspired by their ideas. Egyetetek veled nekem sem. De hát ízlések is bopanak. We're all
Én inkább visszatértem a Photoshophoz, és ott rajzolgattam pixel. Az legalább nem. Mondjuk én szeretem az ilyen kraftos játékot, csak a Minecraft valahogy nem fogok ezzel a pixeles kocka világával. Az igazság, hogy annak idején játszottam ilyen játékkal eleget, amikor ilyen volt minden grafika. Igen, az a régi szép idők még. Még amikor ez a Super Mario, meg Contra, meg ilyenek. Hál' Istennek még én is elmondhatom magamról, hogy volt ilyenem. Ez volt ugye a piaci Sega. A sárga kazetta? Azaz. Olyan is volt, a Sega Mega Drive 2, ami valóságban sose jelent meg. De Nintendo játékokkal játszottunk rajta. Mondom, én a Mario Brothers-t közben egy olyan izé van, egy olyan bemutató van, hogy ugyanazt látjuk, amit ő lát a HoloLens-ben. Igen. Azt elmondta, hogy olyanakkal úgy van beállítva a kamera, hogy amit az a ő lát a HoloLens-ben, azt látja ő is. Most elkezdett egy tehát most így azt oda ki van neki vetítve a... De a HoloLens az nem kiterjesztett valóság? De. Ez teljesen szembe megy a kiterjesztett valóság fogalmával. Kitértünk az alatt, hogy kiterjesztett valóság. Hát azt jelenti, hogy virtuális valóságot behozzuk a való világban. De itt meg... Tehát magyarán szóval mondjuk csak nem azért, mert én értetlenkedek, hogy a nézők is értsék. Tehát magyarán szóval hasonlóan, mint mondjuk a Star Wars Artuditus Holo megjelenítője? Igen. Nem teljesen, mert mint, hát nem tudom. Az a lényeg, hogy fölveszel a szemüveget, és a szemüveggel, mint egy VR szemüveggel, megjelennek persze, értem, csak hát ugye az a való világban ott van 3D-ben, mint ahhoz. Igen, itt mutatja most. Ez a legjobb példa. Hát ugye ez annyira tök jó. El tudom képzelni, hogy az ott ülők, azok mindenki kapott egy HoloLens-t. Csak azért, hogy ezt lássák. És nem. Tehát ennyire nem is száv voltak. Tehát ők akkor nem tudom, mit látnak, de biztos örülnek. Hát valószínűleg valami nagy kivetítő van. Hát igen, amint ugye ez a kamera is mutat, amit nekünk is mutatnak. Te se kaptál szemüveget. Na ezt mondtam, tehát az előbbi, az egy virtuális valóság volt. Ez a kiterjesztett valóság. Ezt akarom én a HoloLens-től, nem az Oculus-féle. Mert nem lehetett egy virtuális valóság, mert nem került bele a másik világba, hiszen de, nem de akarja ki a valós világot. De hogy az előbb kivetítették, ahogy fordított a Facebook, fordult a játékba is a kép. Nem, egyenesen. De amikor leült a paszt, akkor így fordigatta a fejét, és fordult előtte a kép. Nem, ott volt a falon végig. Nem szerintem is a falon volt. Igen, nem fordult vele egyáltalán. Nem, ez később kijött ebből a Minecraft-os dobozból. Most ugye valóságban ez látszódik a semmi. Egy asztal. Akkor én vettem le rosszul, de az a lényeg, hogy én ezt várom a HoloLens-től, és emiatt tisztelem a Microsoftot, hogy nem léptek az Oculus nyomába. Mint mondjuk a Samsung, a Valve, meg a többiek. Let's see what's hiding underneath Lydia. Ooh, huge stronghold right underneath. De azért gondoljunk már bele, hogy mekkora rendszerigénye lesz ennek, és szerintem ezért mutatják a Minecraft-tal, mert azt még elbírja. Ezt igazából nem is játékra szánják eredetileg. Tehát a prezentációk, a YouTube-on a prezentációk 90%-a az mind irodai használat, illetve otthoni... nem játékra való használat. HoloLens, I have access to all console commands in Minecraft. Just using my voice. But I can just focus my gaze on the TNT and say, lightning strike. Értem, de hogy odarajzolták neki, vagy? Step back. Tehát alapesetben ezt nem izére szánják játékra, de ezek szerint akkor az is. De az informatikát mindig a játékok mozgatták elsősorban szerintem. Hát többnyire igen. Hogy vagy a háború. Te, mióta van villámlás a Minecraftban? Amióta megvett a Microsoft. Igen, de benne is van tényleg? Vagy ez most csak ilyen nem idő? Nem tudom, már nagyon régen játszottam vele. Én is. Egyébként meg hát ugye a számítástechnikát nem csak a játékot mozgatták végében, hanem például a katonaság. Meg a NASA. Hát nem, meg az amerikai hadsereg. Ilyet ők felveszítik ki az internetet is annak idején. Most hogyha egyébként ebben nagyon bele akarunk menni, akkor azt úgy általánosságban elmondhatjuk, hogy kb. Mi a jelenlegi számítástechnikai fejlettségnek csak a felszínét kapírjáljuk. Hát nyilvánvalóan.
De ez mindig így volt. Ugye, amit csak azt mondjuk a Kóri 7-es procikat, azoknak már jóval fejlettebbek vannak mondjuk az Intelnek a prototípus gyártó sorain. Igen, tehát nem véletlenül nem kapunk mindig mások. Azért, hogy megvett. Most figyelj, kiadnánk a legerősebbeket, amik most már kifejlesztettek. Akkor megveszed azt, és az a lehagy. Nem feltétlenül így, na végre Gears of War. Kíváncsi vagyok az új Gears of War. De én nem feltétlenül így értettem, hanem a legtöbbet azt lenyúlja a katonaság, meg az összes ilyen nemzetbiztonsági hivatal. Persze, szerver gépeiben. De ne ezt, ne ezt, hanem az új Gears of War-t, légy szíves. So tune in to the Xbox Daily Live from E3 this afternoon to learn more. A Marcus Phoenix-es cuccmóság ott van a polcon, tehát ebből nem kérek többet. És ráadásul visszafelé kompatibilis, ugye? Thank you. Igen, most már, tehát... Xbox One exclusive. Tehát saját maguknak vágják a fát, mert minek vegyem meg csak azért, mert föl van újítva, ha játszottuk a régivel is. Hoppá, nem figyeltétek, nem lehet... Jaj! Nem átkattintottam véletlen ajtére, de e-mailem jött a Humble Bundle új csomagja. Wildstar van benne, Warframe 7 napos credit bonus, Ghost Recon Phantoms, Twitch Turbo 30 nap előfizetés, Psychonauts, Magicka Wizard, World of Warships, Ghost Beta. A Weekly? E3 digitális. Ja, digitális ticket. De azt már megosztottam. Ja. Warframe, az marhára nem 10% kupon. Payday 2, Mask, Company of Heroes, Age of Empires 2. Age of Empires 2 HD Edition most megvettem. De várj, ezek mind egy dolláros alapáron, amit soroltál. Úristen, nem. Hogy mindegyik külön-külön egy dollár? Nem, egyben megveszed. Azért mondom. És pont most nincs bankkártyám. És utána 3 dollár 65 centért megveheted a Medieval 2, illetve azt 25%-os kedvezmény a Total War Attilához. Rainbow Six Siege garanti... Ez a bétában vészed. Én már bétáztam, hogy kérdem. Citizen Motion. Igazából, hogy azt nézted, mondjuk 5 dollár 64. Dentért megkapjátok már a PD-t. Egyébként közben nézi valaki a streamet, mert elindult. PD 2 2 dollár. Most az új vagy a régi? Milyen új vagy régi? Gears of War-ban. A régi, nem? Lehet, hogy mert én csak az egyen játszottam. Ez az új, a PD 2. Én már a Gears of War. Mert ez az új, akkor... Ajjaj. Ebből az Humble-ben megint. Ez simán behúzós csomag, még akkor is, hogyha megvan belőle a Company of Heroes például. Az nekem pont nem van. De egyébként... Egyébként nincs valakinek költség meg egy dollár. Ezt a Yubi nem küldték a bankát. Hát mondjuk már csak az Age of 2 miatt is megérdemel. Engem a Wildstar érdekel. Az azt, hogy imádni fogja a Warframe 7D krediten. Affinity Booster. De nem is kérdik, ez mind egy dollárért, tehát... Ez gyerekek, ez nagyon durva. Be is teszem a Twitch közvetítésbe. Ennyi, E3 Microsoft leírva. Várjál, mi van? Valami Gears of War, játszolban. De most... De látod, ott van a izé. Ez mi? Ne már, Gears of War, vagy izé, Super Cella, Tsunami, Villámlás, Tornado Kong. Mi ez? Tudod miért, mert jönnek a sáskák és egy Super Cella, Dynamit, Villám. Mindjárt beperelem őket izét, hogy a Tom Raider. Tönnynak azt az exkluzív FPS-ét plagizálják. Mi volt a címben? Resistance. Tehát ott volt az, hogy átformálták mondjad már az időjárás. Hát ez annyira új volt abban a Resistance játékban, hogy tényleg nem. És ti hogy álltok ez a Gears of War-hoz amúgy? Én az első részt kartondobozosan megvettem PC-re, illetve haverommal, amikor még azt sem tudtam, mi az az Xbox, szétjátszottuk egy nyár alatt az első részt. Azóta kb. PC-sként lehúzhatom magam a WC-n, illetve PC-s és PS3-asokként. Az első nekem is tetszett. Én imádnám, hogyha nem lenne Xbox-ek. Ez úgy tűnik, hogy ez valami új, mert hogy... Nem Marcus Phoenix van. Megnézem már valami, megnézem a game kapcsolat, hogy mit írtak. Nem nagyon figyeltünk. Még semmit nem írtak. Jó.
csak egy kívülhetett oda a programon. Te ne, az E3-ot nézve. Don't touch the pods. Pont a Ghost Recon Phantoms, nem értem, hogy miért kellett előrán figyelni. Egyébként nem hiszem el, hogy itt van a Summer Sale. Itt van ez a tök jó Humble Bundle, és nekem ilyenkor eszi meg az OTP. Szerintem az OTP összeesküdött ellenem. Vagy megmenti a lelkedet igazából. Vagy megmenti a lelkedet. És a így is most a következő bemutatómat alig bírtam kicsilálni, mi legyen. Most lehet, hogy a új játékokra tennék szert, akkor megint vacilálnék velük két hetet. Jaj, ez a Phantom, ez a free-to-play. Oh, ingyenes. Én azzal elég sokáig játszottam, mert igen, neked tetszett? Nekem tetszett a kicsit miatt. Aztán, amikor rájöttem, hogy kb. Semmi értelme nincs az egész játéknak, akkor így abban. Mentem cségődni. Egyébként tök jó az a Gizofor, nem? Igen. Ez marha jó. Nézi valaki? Egy bajom van vele. Na, és meg hogy miután kiszállt Clicky D, meg kiszállt az Epic, semmi Gizofor nincs benne. A fegyver, a páncél, maximum. De ez a tornádós villámlás, meg ezek a lények, tehát... Na jó, meg esetleg a HUD. Tehát a HUD az nagyon gírgó forró. De hát ez a baj, hogy megint ugyanúgy vagyok vele, mint a Halo-val, hogy... Na, Gears 4. Nem pörget fel. Gears 4? Gears 4. Oh, hol? Nekem még ott nem. Nem figyeltem, az Epic csinálja? Nem, az Epic az rége megvette a Microsoft-től. Tehát azért mondom, hogy nincs benne semmi Gears of War. Ha a kreatívak lettek volna, akkor Gears of War varlat volna. Microsoft azt itt most erre lehetett volna a Gears of War 1 is. Gears of War 1. És izé, a doboza az egy ilyen VHS kazettának lett volna Tokia. Az a baj, hogy én nagyon le vagyok maradva, és nem tudom a pop-up ablakot frissíteni. Blockbuster franchises, you know what a streamemet, hát az élők. Igen. Várjál, most leállítottam, újraindítottam, és még mindig Phil Spencer rúgat. Az jó. Egyébként az E3-ba, ugye a közvetítések alatt, amikor mutatják a közönséget, hogy ez a sok lámpa, a kamera, meg minden világít, meg így buffan az oszal, akkor mindig az az érzésem, hogy valakit síratunk, tehát, hogy ennyire elsötétíteni a nézőteret, nem áll. Miért a moziban te? Hogyan szoktál filmet nézni? Nem tudom, most nyugodtan kövezzem meg bárki, de ott most nincs egy fénye figatodban. De ott itt nincs. De egyébként itt, ahol én szoktam járni moziban nagy ritkán, ott egy ilyen nagyon minimális fény a nézőtér között, ugye a lépcsőkön ott szokott lenni. Hogyha oldalra nézel, akkor legalább lásd, hogy ki mellettet. De nekem meghalt a stream. Na, nincs soha jobb idő annál, hogy Xbox One játékokkal játszol. Na, muszáj. Léci tolmács volt. Hát csoportban itt is lehet, hogy szaggat a streamünk, és hogy ő átmen másik csatornát. Jó, egészség. Hát nem azért, én folyamatosan nézem a saját streamünket, és bele is hallgattam az előtt mindenzsét. Abidosznál egy kicsit megakadt, de az nem az ő hibája, hanem a Xbox stream. Nálam is szemben. De én nézem a tiédeket is, az Abidosz csatornáját, és semmi szaggatás nem. Olyan szépen folyékonyan megy minden. Hát maga az a stream, igen, csak hogy az előbb nálam itt bufferelt a Xbox-os stream, vagy a Microsoft stream. Ja, hogy maga a Microsoft stream. De most megállt. Most tényleg megállt a stream. Nem. Nem. Most megy nálam. Nálam is megy. Jó, akkor én ezt most nem figyelem. A hiba azon készülékében van. De akkor elég lesz nekem egy streamet figyelni, úgy érzem. Hát, igen. De azt hiszem, hogy vége, szóval... Sajnos. 8 óra van, úgyhogy most lesz kb.
És mi, mikor lesz a következő? Mindjárt megnézem, hogy 10 óra múlt. 10 óra akkor? Hát azt írták előzőleg, hogy 10 óra lesz az ilyen. Nekem. De van egy menetrend, nem? Kérlek szépen, az Electronic Arts mondt 22 órakor. Hát szerintem azzal is jelentkezhetünk. Uh-huh. Szerintem van kedvetek, akkor ugyanígy majd jelent lenni. Jó. Hogy ne lenne kedvünk. Én holnapon dolgozom, szóval. Én sem. Csak emiatt kivettem egy napot. Nálam ez már a negyedik rituálé így a sorba. Tehát még középiskolában a vizsgai időszak alatt kezdtem. Ezt lehet, hogy halkítsátok rá, mert a YouTube az ilyenekre harap. Hogyha átrakjátok YouTube-ra. Egyébként így végén egy gyors ilyen összefoglaló. Hogy értem meg ezt a... Mert nem azt, hanem hogy érted így, akik nézték. Hát én azt hiszem, hogy ez lesz az egyik legjobb, aztán az elektronikát valószínűleg azért mégis csak ő az egyik legjelentősebb kiadó. Így van. Hiába lehet szidni meg minden, mindig van legalább egy olyan játék, amitől összehúgyozod magad, azt most a Battlefront lesz úgyis. Igen. Szóval... Ho? Mi ez? Igen. Ja, olyan csak mutatták a Battlefront-ot. Idegesz roppadás kapok itt. Én egyébként folyamatosan frissítem a Battlefront oldalát, de még semmi. Még mindig csak pre-orderelni lehet, sajnos. Na igen. Nem fogja bemutatni egyébként itt? De, az Electric Arts megígérte, hogy lesz gameplay. Ez a következő konkrét. Hát akkor azt meg aztán pláne várjuk szerintem. Persze. Legalábbis részemről az egyik legjobban várt. Ami még lesz, ami jó lesz szerintem, az a Ubisoft. Hát nem tudom, nem nagyon bízok. Az egy Division az ott van, az még abban bízok, mert a csapatot ismerem, azok jók. Meg abban van amúgy egy magyar is. Tavaly is az volt, hogy az összes már bejelentett címet mutogatták. Vegyetek Assassin's Creed-et, vegyetek ezt, vegyetek azt, ja, hogy már megmutattuk? Nem baj. Na jó, volt Division. Majd hozzák megint az izét, a Watch Dogs. Nem Division, hanem izé, Rainbow Six, na. Ja. Az izé, hát én szerintem ez a Microsoft, ez nem volt olyan rossz. Azért aki Microsoft fan, annak szerintem azért jól érezhette magát itt, főleg visszakompatibilitás, állítható izék. Kontrollerek, meg mit tudom, meg minden hülyeség. Az tényleg az nagyon durva volt. Viszont nekem a játék felhozatal ilyen... Amúgy ami érdekes, hogy a Windows 10-et nem nagyon hozták, hát ez tényleg Xboxos volt inkább. Azért az... De miért nem mutatták? Az lehetett volna egy kicsit nagyobb hangsúllyal. Aha. Én szerintem jobban rá kell feküdniük a játékos vonalra, mert megjön. Az ott van. Lassan asztali gépként is. Hát de a Windows 10-et azt mindenféleképpen be kellett volna mutatniuk, legalább pár szóban, mert cross-platformként akarják majd bevezetni. Igen. Hát a... nem tudom. Mondom, ez a... Sony-tól nem várok keves vagy sokat, arra nem is maradok fönt. Egyedül az a Morpheus lesz az, ami egyedül leszek izére. Egyedül leszek Sony-ra. Hát lehet, én nem hiszem. Még jó, hogy nem streamelem. A szerencséd van, még én is fönt leszek. Ú, de jó lenne. De lehet, hogy egyébként addig bealszok. Azért lenne jó valami társaság, mert engem viszont akkor is érdekel, hogyha azt mondják, hogy hogy 100%-ig fos lesz. De lehet, hogy vagy pozitív csalódás lesz, de ahogy a Sony-t ismerem, azok így most hátradőlnek, hogy úristen, mennyi PS4-et eladtunk, és azért nem kell semmit se csinálnunk most már. Annyit mondok, csak nem tudom, mennyire szereted azt a szériát, annyit mondok, hogy Gears of, vagy God of War. Hát nem nyűgözleted, amiatt biztos, hogy nem maradnék. Konzol, ennyit mondok csak. Igen. De most komolyan, én vagyok az egyetlen, aki PC-t és konzolt így el tud viselni egymás mellett. Tehát mind a kettő nem, van mert itt a háttal. Nem, mert én is csak a God of War nem érdekel egy kicsit sem. Én nem vagyok ellenes. Hogy lehet? Tehát Sony konzolod van és nem érdekel a God of War. Ez nekem teljesen furcsa. Hát, mondod, egy játékot, igaz... vagy egy God of War-t vittem végig, az a PSP-n volt a Chains of Olympus, az is azért. Az összeset. Én az PSP-t is csak azért vettem, mert God of War. Amúgy nem igaz, mert más játékok is érdekeltek. Én például Xbox 360-on csak a Kinectet szerettem.
Haverokkal ökörködtünk, ennyi. Vagy kinek. Hát, jó. Ja, ja. Azért miért adtam? Az ember. Hány ország annyi. Sőt, az országon belül is hány. Féleképpen mondják a dolgokat. A videóson kívül Heroes of the Storm az itt valaki. Az asszony. Az ja, de az asszonyodat még annyira se ismerem, mint téged. Ha nem haragszol meg érte. Te kérdezted? Én feltettem, ilyen tréning missziókat csináltam, de engem nem fogott meg valahogy. Player ASD. És az is ilyen MOBA játék, nem? Hát igen, de én nagyon szeretem. Tehát ez az egyetlen MOBA, amivel képes vagyok játszani. Nem próbáltam még, de például a Dota 2, meg hát nyár még a Dota 1 sem fogott meg, illetve a LOL sem. Hát én is így vagyok vele, de éppen azért imádom ezt, mert ez meg tudod fogni. Mai napig, tehát van benne majdnem 400 gémem letolva, és nincs az, hogy... Nincs az, hogy én ezt már unom, hanem hogy így valaki jön játszani, mert dolgozunk össze, csapjuk szét a szájukat, nyomjuk. Az a baj, hogy legalábbis a mai világgal kapcsolatban, hogy mostanában ugye nagyon sűrűn jelennek meg játékok, viszonylag jó minőségűek is, és mondjuk bemegyek a Steam könyvtáromba, csak a Steam könyvtárba, és így nem tudok választani. Játszanék valamivel, de most egyre, mivel? Egyre ugye, többet ugye. Hallom ezt, mert én is így vagyok vele, hogy valamelyik nap, ezt a Pixelbe beszéltük, nem? Igen, hogy hónapokkal ezelőtt volt ilyen, hogy na, játszani kéne valamit. Megnyitottam az Origint, a Uplayt, a Steamet, és így böngésztem, és így LMV-k, aha. Batman, Arkham, akármelyik, aha. Bioshock Infinite, aha. Borderlands, aha. Ez, az, amaz, amaz, és végére értem az összes könyvtárnak a listának a végére, és így mivel játszok? A streamen mutatom a Steam játéklistával. Nem, akkor nem akarok sírni. Tehát... Hány játékod van? 500 fölött az. Hát ugye csak Steamen van vagy 100 PS3-on is. 520 van Steamen. Aha. Az szép. Nekem de csak 179. Az a poén, amikor izét volt ilyen technikai problémám, és felhívtam azért az IE-s ügyfélszolgálatot, és hogy segítsenek már megoldani a dolgot. És akkor kérdezte, hogy mi a fiókom meg minden, és akkor hogy megnézik. És akkor így mondta a telefonban, az igen, azért ez nem semmi, hány játék, ilyet még nem látok. Igen. Hát azt is berakhatom, mindjárt berakom. Rácok, egy idióta kérdésem van. Na mi? Nézem itt a Steamen a Shadow Warrior-nak a leárazásait. Az új Shadow Warrior-nak a sima változata 2,5 euró. A Shadow Warrior újnak a Special Edition-je 3,5 euró. A Shadow Warrior eredeti a réginek, a 90 akár, vagy a 80 akárhanyasnak a felújított változata, tehát a Redux az 1 euró, az eredeti Shadow Warrior, tehát ami nincs felújítva, egy az egyben úgy néz ki, mint ahogy annak idején, 27,7 euró. Azta! És ez miért? És az eredeti ára 37 euró. Na most a Shadow Warrior Classic Reduxnak, ami ennek a szebbített változata, 10 euró. Igen, azt látom. Aha. Ezt nem veszik észre? Tehát, vagy ez tök normális? Nem, ők egyébként nem normálisak. Tehát az a baj, hogy mint ahogy a GTA-val kapcsolatban is ugye volt az, hogy felemelték 75 euróra, ugye az árat, hogy azt csökkentették le, vitt a 50-valány euróra, hogy igen. Nincs hatalmas nagy biznisz. Én nagyon haragszok egyébként a Steamre, és itt emögött ugye a Valve szerepel, mert annak idején, mikor ugye Half-Life 2-t készítették, biztos emlékeztek rá, volt is balhé, hogy kivitték a játékot még félkész állapotban, akkoriban mondjuk még nem volt ugye elterjedve az internet, ez körülbelül 2002-3 tájékán volt, nem tudom pontosan. És az akkori kiadóval, akivel ugye megegyeztek, hogy azt fogja kiadni majd a Half-Life 2-t. Na most hirtelen nem tudom megmondani, hogy ki volt az, már lehet, hogy csődbe egyébként, ismert. By the way, bocs, hogy a szabadba vágok, a Grand Theft Auto-nak van ez a Great White Shark cash card, az ugye a 70 eurós, 75 euró, és az van leértékelve 56-ra. Így van, de na most van ennél egy nagyobb, van a Great White Shark, meg a Bull Shark cash card, az
23 vagy 22,5 euróról van leértékelve 15-re. Tehát több mindent kapsz, és az olcsóbb, mint az, amiért kevesebbet kapsz. Tehát hát ezek az. Hülyék? Ezek igen. Normálisak? Igen. Pénzéhesek. Most mint hogyha felmész, pont ezt akartam kihozni az egészből, az volt a lényege, hogy a Valve annak idején felrúgta a port, nem tudom most ki volt akkor a kiadójuk, de mindegy összerúgták a port, és azt mondták, hogy létrehozzák ezt a Steam-et, és majd ott fogják az ő saját játékaikat árulni, és akkor nem kell fizetni ugye a gyártási költségeket, a dobozolást, ugye azt, hogy kikerüljenek a boltokba, jó, stb. Jó, meg kiadták dobozosan a Half-Life 2-t. Kiadták akkor, mert akkor még nem volt ennyire elterjedve egyáltalán az internet, de utána ez ugye fejlődött. És ebből az egészből az lett, hogy ők lettek az egyik legnagyobb pénzlehúzók szerintem most így az online. Elég a cségóra gondolni. Hát például. És jó, mert akikkel szoktam játszani, folyamatosan mondják, és végül is el is adtam az összes skinemet, meg mindent a Steam könyvtáramból, és igazuk van, hogy nem veszek skint, nem veszek ládát, nem veszek kulcsot, mert nem ad hozzá a játékhoz. De ott vagy, hogy megveszed a játékot, és csak kéne, és a Valve az pont ebből húz hasznot, uh-huh. hogy ú, de tetszik az a skin, hát ha kinyitom. Nem az, hogy megveszed a skint, mint más játékokba, hanem hát ha kinyitom, és ott vagy, hogy megveszel 10 ládát, és ha kinyitod, ha nem, akkor keresel egy 2 eurós kulcsod, meg egy 50 centes ládán keresel, mit tudom, 9 centet. Ha jó, hogy ezeket véletlenül is ki lehet nyitni? Nem, ezeket úgy lehet kinyitni, hogy kinyitod a ládát, elindul egy ilyen szerencsekerék-szerű ilyen valami, és megáll az egyiken, és azt a skint kapod. Tehát aha. Nincs az, hogy én megveszem az adott skin, mint mondjuk a... Mi volt az a szörnyes játék most legutóbb, amin kiakadtak az emberek? Evolve. Tehát, hogy ja, ott ugye kiakadtak, hogy persze, mert fizetős. Nem úgy szörnyes. Igen. Igen, most itt eszembe mindegy, de szörnyű volt. Tehát ott kiakadtak az emberek, de a Valve-on nem úgy kiakadnak, hanem ilyen 2 naponta nézem a YouTube-on, hogy valaki egy videón, vagy egy streamen belül kinyit 100 ládát. Úristen, így, van ilyen. És így... De azért majd gondolom kap pénzt rá azért nézőktől, hogy... Lényegtelen, mert a lényeg az, hogy a Valve-nál csapódik le a pénz. Tök mindegy, hogy honnan szerzi le a lóvét. Így van. Tehát ez hát a Valve-nak az ebédre. Ezért volt az, amikor ugye a G2N és az egyéb oldalakon vásárolt játékkulcsokat letiltotta a Valve. Például mondjuk, hogy te Oroszországon megveszed... Az a Uplay volt. Nem tiltotta le. De, volt letiltás a Steamnél is. Igen, akkor volt, remélem, remélem a izémet a... Egyik srác is most úgy járt. Nem tiltják le. De egyik srác járt úgy, mi segítettünk lényegében neki. Megvette a GTA 5-öt, és nem figyelt például a G2N vásárolta, nem figyelt arra, hogy 15 000 forintos tételről beszélünk, hogy például egy 1 eurós shieldet aktiválja. Igen, én azt azonnal benyomtam. Illetve nem figyelte szerintem azt sem, hogy csak globál terméket vett, tehát azt, hogy bárhol fel tudhat, és hogy ruszkitól veszel, és amit Oroszországba lehet aktiválni ugye kulcsot, akkor megbuktad. Meg megoldottátok, vett. Sikerült? Igen, a supportnak írt a srác. G2 a supportnak? Mondd, de azt nem Laci jobban tudja, hogy mi történt. Alapból Steam Giftet vett, a globál az még rendben is volt szerintem a régiókód, de Steam Giftet vett, és kiokoskodta a Steam, hogy valami lopott kulcsot vett. De végül pozitívra jött ki a dolog, mert a G2A visszautalta neki a pénzt, meg még valami kuponkódot is kapott elvileg, úgyhogy teljesen hála jó Istennek pozitívra jött ki. Igen, a G2A nélkül. A G2A az ilyen szempontból nagyon rugalmas és rendesek. Én bár én nem szeretem az ilyen szürke zónás vásárlásokat. És sajnos most a Mortal Kombat X-nek a megjelenése után egy hónappal, amikor megláttam 5000 forint, azért elkezdett égni a markom. Hogy hát mi pont jó, ezeknek az oldalaknak a terjesztésével, mert hát így a reklámozással foglalkozunk, nagyon-nagyon sok oldalt figyelünk. Ami többen vagyunk így adminok ebben a csoportban. És például ott van a másik, a Kinguin. Azért az én egyik kedvencem. Laci szereti a G2-ét, én nagyon szeretem a Kinguint. Én nagyon sok játékot vettem már, és soha semmiféle problémám nem volt. Egyszer volt olyan, még annó, a Saints Row 2-t vettem meg, és nem jött meg a kulcs. Aztán írtam a supportnak. Szerintem 2 napon belül meg volt, már minden rendben volt. Jobban jártam volna a Humble Bundle-be bezsákolod a 3-mal együtt.
Azt nem tudom, utána azt meg, az megvan egyébként a három is. Ezt később szereztem már be. Én ezt Humble Bundle-be szereztem meg. Volt egy iszonyatosan jó akciójuk akkor ja. is. De a Humble Bundle egyébként ez akkora egy perverz öröm, hogy amikor rendszeresen vásároltam digitálisan, most egy kicsit le is szoktam róla, mert már nem tudtam végigjátszani azokat a játékokat sem, amiket szerettem volna. Havonta vásároltam, és a Humble Bundle-re annyira rákattantam, hogy két hetente volt, hogy 10 perccel az előző akció vége előtt, már ültem a gép előtt, és így vártam, hogy na, mi lesz az, mi lesz az. De hát ebben nincs semmi rossz szerintem igazából. Hát ebben nincs semmi rossz, csak amikor már egy weboldal okoz addikciót, tehát... Én sajnos vannak olyan dolgok, amikre... Jó, figyelj, egyébként most mindig erre azt szoktam mondani, hogy van akinek az a hobbija, hogy játékgépekben egy kocsmában dobálja a ötleneseket, százasokat. Nekem meg az a hobbim, mondjuk, hogy elköltök egy hónapban mondjuk 625 darab játékra. Na most, ez most pont, pont ugyanezt szoktam én is mondani, csak minden úgy kezdődik, sajnos, mint ahogy láthatjuk a koreaiaknál, kínaiaknál, hogy minden úgy kezdődik, hogy leülök egy 10 percet játszani. Ja, persze. De hát ez változni fog. Nekem most született egyébként fiam, két hete, egy hete vannak itt az anyjával. Köszönöm szépen. Úgyhogy idő az már nem olyan sok van, mint eddig volt nyilván. De ugye te nem mész át Freddy D-be, hogy akkor izé fölhagyod. Nem. De most kezdtük. Csak most kezdtük igazából. Egy éve. Akkor mégsem. Már majdnem mondtam, hogy egy cipőbe járunk, mert én meg kb. Egy hónapja se. Szálltam bele ebbe a YouTube bizniszbe, de már bőle a kokain meg a pénz. Így van, nem. Mindig ezzel szoktam a drága partnereimet piszkálni, hogy te, jól érzed magad? Mit tudom én, mondok valami random hülyeséget, és te, jól érzed magad? Hát mondom, ez a YouTube, a pénz, a nők meg a kokain, tehát én ezt már nem bírom, pedig még csak most raktok ki az első videómat. Tehát Ha már így YouTube-ról beszélgetünk, egyébként annyit hozzátennék, hogy csak a csoportunk, a Facebook csoportunk létezik egy éve, a YouTube nem, az körülbelül egy fél éves. Sorry. Na mindegy, ha már YouTube-ról beszélgetünk, nekem, nektek mi a véleményetek a YouTube celebekről, mert hogy van ilyen ugye, tehát így nem kell neveket mondani. Egy kalap alá vehetem a Facebook celebekkel? Mert hogy egy véleményem vagyok mind a kettőről. Természetesen mindenkinek van saját véleménye. Van olyan, hogy Facebook celeb? Nézd tükörbe. Nem, az a baj, hogy Facebookon inkább a lányok, YouTube-on meg vegyes, de egy kalap alá vehető. Sajnos. De most én lányokat nem tehát nézem. Az a bajom, hogy én még azt elnézem, amikor valakit a TV teszt celebbé, és a TV miatt beszélünk úgy róla, mint celebbé. Lásd Hajló Péterbe, Sarka Kata, és a többi. Tök mindegy, tehát nagyon sok példa van. Tehát azt még azt mondom, hogy elfogadom. De az, hogy tényleg ott van PewDiePie, tehát nála jobb példa nem is kell, az az ember az én szemembe, mint videós, nagyon keveset tett le az asztalra, és mégis 25 millióan követik. És úgy kezelik... Nem tudom, engem szórakoztat. Hát, engem például mondjuk nem. Engem is szórakoztat, de az a szórakozás inkább már ilyen sajnálta vegyül, hogy ember most, komolyan, tehát miért raksz ki egy olyan videót, amiben sikítasz, semmi értelmes kontentet nem csinálsz, csak és komolyan ezt emberek nézik, és őt úgy kezelik, mint egy ismert személyiséget mondjuk Amerikából, hogy mit tudom én, azt mondod, hogy Arnold Schwarzenegger, és akkor mellé sorolod PewDiePie-t kb. Nem láttad az ide vonatkozó South Park részt? A South Parkot már egy ideje nem követem sajnos. Én sem sajnos. Pedig van róla egy South Park rész. Viszont az Oculus-os részt azt néztem, az beteg. Az nagyon beteg volt. Ugye? Meg a... Melyik játékról csináltak most? Volt három rész. Ja, izét, a saját játékokról, amit csináltak három részt, azt is néztem. Az is nagyon kemény volt. Na, mindegy, és ugye tehát, magyar youtuberekről? Na most eddel beszéltünk. A magyar youtuberekről? Van az a réteg, akit én is szívesen követek, nyilván én is youtubozok. Van az a réteg, aki így egyel alattuk helyezkedik el, akik jó a munkájuk, csak nem esik bele az én érdeklődési körömbe. És nem akarok neveket mondani, bár rögtön most eszembe jutott egy, hogy nem értem, hogy miért. Pont ma beszéltünk egy...
a munkahelyen egy sráccal, behozta az apja hozzánk, és elkezdtünk beszélgetni játékokról, és mesélte, hogy most, ahogy gépet újítanak a haverokkal, szeretnének YouTube csatornát indítani, és neki is egy dolgot mondtam, én is most vágtam bele, de csak egy dolgot mondok, ami tart szem előtt. Önkritika. És tényleg van egy olyan réteg a YouTube-on, most ugye a magyarokról beszélünk, tehát magyar szférába, van egy olyan réteg, akinek az önkritika nagyon kellene. Mert, hát ez így mert van. Pont most néztem, még mindig nem mondok nevet. Remélem, nem én jutottam eszedbe. Nem, van egy csaj, aki effektív semmi más nem csinál, de még azt sem mondható, hogy kirakat baba, mert szerintem nem csak az én ízlésemnek, de iszonyatosan ronda. Most éppen tegnap linkeltem a kedves Sára kollégámnak, hogy te ennek hogy van 50 ezer feliratkozója, amikor effektíve két dolgot csinál. Sminkeli magát, tarul, tehát az, hogy kifesti magát koponyásra, az nem smink, meg nem, ez semmi. Nem is élvezed a videóját, csak... Hát jó, hát a smink videót gondolom nem neked csinálja. De rengeteg nő nézi egyébként a videókat. A másik meg, hogy Askefemen, vagy mit tudom milyen oldalon válaszolgat kérdésekre. Egy. Ebben mi a content? Kettő. Az, hogy kiállsz a kamera elé, és kifested magad, az miért szórakoztató? Tehát a YouTube-nak az én szemembe a szórakoztatásról kéne szólnia. Ez lehet tényleg gameplay, lehet kis filmek, lehet, mit tudom én, ezek a szórakoztató műsorok, mint a Swedish Mealtime. De látod, hogy 50 ezer embert akkor ezt szórakoztat, tehát nem te vagy a cél. Igen, csak az a gond, hogy téged is, meg a... Mi van? Azt írja az egy srác, hogy a GTA 5-öt miért írja a Steam 15 eurónak, és basszus, tényleg 15 euró. Hol? Most mondtam. 15 euró a Steamen, most de a GTA 5. Az előbb mondtam, hogy 22 euróról a nagyobb pak, tehát amiben több mindent ad, azt olcsóbban adják, mint a kisebb pakot. Ez egy cash card. Ez más. Csak nem. A cash card. Most mi van? Nem a cash card, hanem a cash card-del együtt a játék. Mi? Nem már. 15 euró, múltkor volt nagy leárazás, és nem... Ja nem, elnézést, ez nem, a Grand Theft Auto 5, kettős pont. Tehát én meg azt hittem, hogy Nem, ez csak egy... cash card. A Grand Theft Auto 5 az 60 euró. Hát hallod, értem, hanem rára voltam. Hát... Igen, ezt mondtam, mert... Mondjátok itt az előtt, cash card. Ezt mondtam az előbb, de akkor bocsánat, elnéztem. Hát nem kicsit, tehát. És akkor ezt ilyen higgadtan mondtad volna, hogy 15 euró a GTA 5. Hát így bemondtam, úgy, mint akinek nincs bankkártyája, így bemondtam, hogy így érdekes, hogy az egyik ennyi, a másik annyi, mert én azt hittem, hogy adják a GTA 5-öt is mellé, és akkor így leszartam. Tehát így, ti nem foglalkoztatok vele, én nem foglalkoztam vele. Jó. És akkor ezek szerint kiderült, hogy jó, hogy nem foglalkoztam vele. Ilyenkor azért örülök, hogy tényleg nincs bankkártyám jelenleg. Hú, ez majdnem beugrottam, most így hirtelen, hogy 15 euró. Igen, és akkor utána meg kunyiszhattál volna a szubpontnál, de egyébként az ilyen tartalmakat elméletileg csak akkor veheted meg, hogyha megvan, de most be is rakom a kosárba. Nem, és nem írja ki. Nem, hát. Nem írja ki, hogy kell a játék hozzá, mert most például vettem leárazáson egy DLC-t, és annál kiírta, hogy remélem tudod, hogy meg kell lennie az XY játéknak. Hogy ez nekem ilyen tök homály. Na, szóval azokat is nézi valaki, és tetszik nekik a munkájuk. Igen, de nem értem, hogy akik tényleg effektíve oda teszik magukat, és tényleg minőségi kontentet. Teszem azt videóvágás szempontjából, alapból az, amit csinál, abból a szempontból tényleg csinál kontentet, azt meg így adjál már, mi ez az ismeretlen szar, tehát nem is értem. Ez ugyanaz, mint a videójáték fejlesztésnél is, hogy van akinek bejön, pont szerencséje van, lásd Minecraft például, van aki meg ha meggebed, összerak bármilyen játékot, akkor se ismeri meg senki. Most ha innen nézzük, akkor ott van például szegény Uheból. Azt a sztorit vágjátok. De az hogy most elküldött. Neki összejött valahogy. De őt tudom sajnálni.
Tudod sajnálni? Én sem tudom sajnálni. Ja, nem tudod sajnálni, ugye? Nem mondtad. Tudom sajnálni. Azért és mondom, én sem tudom sajnálni, de most, hogyha így nézzük, ott van szegény Uweból, hogy senki nem érti meg az ő elvont filmjeit, azt hozzá kell tenni. Most, hogyha így de valaki ezek a hallgatja... filmek nem elvontak, hanem egyszerűen szarok. Meg semmi köze az mondani, a Blood Rain, meg a Alone in the Dark, meg sorolhatnám. Tehát hallgatja a streamet, akkor hozzá kell tenni, hogy Uweból az nem hozzátett a filmiparhoz, hanem a játékipar jobbik játékait kb. Tönkretette. Mondjuk a Blood Rain-t én kifejezetten szerettem a maga idejében, megnéztem a filmet és a Heininger kerülgetett konkrétan. Igen. Ugyanez volt az előn in the Dark-kal, ott annyival jobb volt a helyzet, hogy én nem voltam soha a fanja. Se az eredetinek, se a felújítottnak, se folytatásnak, se semminek. Tehát, hogy meg így is rosszul lettem attól a filmtől. Egyébként is Uwe voltam. Viszont egy filmjük, vagy filmje van, ami nekem tetszett, képzeljétek el. Na mi? Az pedig a Rampage. Öljöngés. Azt hiszem azt jelent, ugye? Azt. Az arról szól, hogy van egy faszi, aki egy srác, lényegében autószerelőként dolgozik, autószerelő műhelyben. Egy pillanat, kette... melyik film, bocsánat? Rampage. Ja, igen. Rampage. Igen, most már így nagyjából képben vagyok. Na szóval, hogy srác autószerelőként dolgozik, és ő szépen így tervezgeti, hogy egy nap, hogy majd egy tömegmészárlás fog véghez vinni. Opa. Csinál magának egy olyan páncélt, ilyen kovácsolt kis vaslemezekből, biztos láthatok már ilyeneket, ilyen kis picikék és négyzet alakúak, és egy ilyen frankó, ilyen lemezvértet csinál magának, meg ilyen vastag, ilyen vasból készült ilyen heggesztőmasszerűséget, és a lényeg az, hogy eltervezi, hogy iktatja ki a rendőrőrst, és utána megy majd az utcán, és mindenkit kaszabol. Lényegében erről szól a film. Ez nem a Liquidnek előszele? Hát nem mai darab egyébként ez a film, ez nem tudom, szerintem ilyen 2010 körüli. Azért mondom, hogy a látnokok megálmodták előre a hétridet, csak páncélla. Meg kicsit olyan Dead Rising 3-as. Igen, de egyébként érdekes volt. 2009-es kérlek szépen a film, az IMDb-n meg tudod nézni. Hogyha bejöd a Google-be, rögtön ki is dobja. Mondjuk az értékelése csak 6,3-as, nekem tetszett speciál. Pláne azért, mert egy szart vártam, tehát megálltam, hogy Uwe-ból rendeztem, mondom... Mennyire megy bele a slash-elésbe? Tehát a csonkítás, ilyesmiben... Vannak durva részek, tehát van egy érdekes rész, amikor például bemegy a bingo terembe, ahol a nyugdíjasokat ülnek, és halálcsend van. Csak mondják a számokat, hogy 5, 12, és tudjátok, ez a tipikus ilyen british kiejtése, és leül a srác, egy ilyen üldöklési hullám után leül egy idősek mellé, megiszik, nem tudom, egy kávét, tehát teljesen mindegy, kiteszi a poharat, vagy a csészét, és utána kimegy, és folytatja tovább. Ez annyira egy ilyen szürreális dolog szerintem. Most így elém dobta a posztálnak az IMDb oldalát, és így mai napig nem érti abban a filmben, mi a posztál. Ja, azt nem tudom én sem. Ott van egy arab, meg ott van egy fehér fazon, és így már alapból lesz, hogy ebben mi a posztál. Nem is értem. Uweból mire gondolt. Viszont tetszik itt a leírása a filmnek, tehát más filmeknél legalább 2-3 mondatot szoktak róla írni, ennyi, hogy the man with a fur, thirst for revenge builds a full body armor from Kevlar and goes on a killing spree, és ennyi. Látom, ezzel most mindenkit. Igen. Mindenkit meghatottam. Én most jöttem vissza, se tudom, miről van szó, de igazatok van, teljes mértékben. Tehát a jelenlegi gazdasági helyzet mellett ez a meglátás teljes mértékben helytálló, úgy gondolom. Abidosz, nézd rá Heroes of the Storm-nak a Facebook oldalára. Egy nagyon szép Azmodán szobor terpeszkedik. Szeretnék egyet. A hivatalos oldalon? Vagy mi? A hivatalos oldalon. Egy iszonyatosan jó Azmodán. És mit kezdjünk vele, vagy miért jó ez? Hát nem tudom, szeretnék egy ilyet. Köszönöm szépen, mára bezárom az internet. Ja, jó, oké. Bankkártya nélkül nehéz lesz, de sok igen. Sikert hozzá. Mi van? Gyűlik az akarom cucc. Five Nights at Freddy's. Hát most az elmúlt három napnak így a izéjét próbálom kitölteni. Halódottság. The Long Dark. Ú, ez nagyon jó játék. Ilyen survival, craftolós.
télen játszódó túlélős. Dark az nem az a, nem az, ami így a hegyekben ilyen télen játszódik. De Kanadában. Valami elektromos. Most már van sztori, és ilyen, ilyen nagyon, nagyon, nagyon szürreális, ögletes a grafikája. Igen, 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 igen. Annak emlékszem egyszer a jelentő videója az, ami megfogott talán, hogy, hogy a faszi éhes volt, fázott, és akkor neki állt tüzet gyújtani, meg vadászni. Így, így mondtam, hogy így, így, így mondom, ennek a videónak van hangulata. És aztán rájöttem, hogy early access játék is, és mondtam, hogy akkor talán nem. Én kipróbáltam. Jó. Csak hát early access, igen. Az egyetlen early access játék, amit vettem, az a Darkest Dungeon, az le volt értékelve a Summer Sale-n első nap. És azt is csak azért vettem meg, mert már amint kirakták a early access-be, már akkor volt benne annyi content, hogy, hogy megérte megvenni. Tehát, hogyha azóta nem adtak volna ki update-et hozzá, én még akkor is ellennék vele a mai napig. Hát, én sajnos beugrottam több ilyen early access játéknak, egyik a Peter Molyneux. Jaj, ne, a Gados, 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 Gados. Ugye, az a mit kell tudni Peter Molyneux-ről, ugye a Black and White, mit készített még? Hát egy nagy klasszikus játék, a Dungeon Keeper. Igen. Például, és akkor neki a játék, és előadta, hogy mekkora Isten király játék lesz. Nem neki szerint. Volt köze a Fable-höz is? De, a Fable-t is ő csinálta. Na tehát igen. Azt is egy picit másképp adta elő. Én a mai napig emlékszem, egy PC gurus cikket, amikor olvastam, akkor még Project Ego néven futott a játék. Körülbelül ilyen 2000 környékén. A Fable? A Fable, így van, Project Ego néven került először be a köztudatba. És a lényeg az, hogy olyanokat magyaráztak, hogy mit tudom, hogy te elültesz majd a Fable-be egy alma magot, abból évek múlván kinő az almafa, nem évek múltán, ha megnő az almafa, és akkor te még visszaérkezel abba a faluba, azt elültetted, akkor te magad fogod leszületelni, ilyen hülyeségek voltak. Én nekem az maradt meg, hogy minden, amit ígértek, legalábbis ami, ahogy én tudtam akkor ezek szerint, hogy, hogy mit ígértek, hogy minden, amit ígértek, megvalósították, csak tehát nem úgy, ahogy mindenki várta volna. Tehát az öregedés az tényleg benne van, mint Nem úgy, hanem eltelik, tehát történik valami a játékban, és egyszer csak megöregedsz. Figyelj, akkoriban ugye még nem volt szintén internet, mondom, ez 2000 környékén volt, amikor egy először is felütötte a fejét, hogy lesz ez a játék. És hát ugye az újságokat akkor még nagyon vásároltuk, GameStar, PC Guru, stb. Volt még a számtalan egyébként PC-s újság, és ugye ahhoz voltak először CD mellékletek, aztán hát volt később a DVD. Nekem is volt. Na hát és akkor azokon voltak ilyen trailerek, amiben megmutatták a gameplayt. Hát tudom, havonta egyszer megnézhettem, tudom, mit tudom, 5 darab játéknak a trailerét körülbelül. És akkor még lehet, hogy sokat mondtam. Így van, lehet, hogy sokat mondtam. És a lényeg az, hogy, hogy akkor teljesen olyan bejárható területet mutattak be, amit így egyszerűen hiányoltam a játékból, és egyszerűen megjelent a játék, és mint a csőben közlekedtél volna végig. Hát, igen, de attól függetlenül szabadon bejárható volt, hál' Istennek. Viszont, hát nem mondanám, a rengeteg kell... töltéssel, az, hogy igen, kapukon kellett áthalani. Hozzá kell tenni, hogy szerintem a maga idejében az egy remek játék volt. Persze, azt nem mondtam, hogy rossz játék volt. Tehát ahhoz képest, hogy, hogy most itt nyilván amit mondunk, tehát attól függetlenül a korának egy remek játéka. Hát... most szombaton megkaptam a savat érte, de szerintem a harmadik a nyomában nem ér. Sőt, nem igazából hát, pofátlanul újra hasznosítja az elemeit. Szerintem is egyébként. De amúgy, hogy visszatérve a early access, az a Gadas, az nem tudom, tehát nem ért, nem vettem drágán, mert körülbelül 5 dolláros áron vettem meg. De nem ért annyit, tehát most ő is elfettőve van. Majd egyszer lehet, hogy ránézek még, hogy hát ha van benne körülbelül 4-5 óra játék. Állítólag már nagyon régóta nem frissít. Hát persze, mert így megbukott az egész projekt, tehát, és ez nagyon durva, mert igazából így szíven szerint visszakérném az árát. A másik olyan játék, amit iszonyatosan sajnáltam, hogy egyáltalán pénzt mertem adni, még annak idején, az a Planetary Annihilation. Na, az a másik nagy bukás. Az egy óriási bukás semmi, volt, és azt még meg sem mondom inkább, hogy mennyit vettem. Nagyon drága volt. 100 euró fölött volt. Nem, akkor én még olcsóban, mert az utána volt, amikor megjelent. Képzeld, és fölnyomták az árat, ugye, ahogy már így közeledett ugye, a fejlesztés. Hát ugye azok jártak a legjobban vele, akik támogatták a Kickstarteren, mert ott hát
a későbbi árazáshoz képest nagyon olcsón meg lehetett szerezni. Hát ahhoz képest igen. Igen. És utána, amikor ugye kijött Early Access-be, akkor még nem volt azt hiszem 110, valami 110 körül volt. Most megnézem egyébként gyorsan, hogy most mennyi van. De nem az a durva, tehát az, hogy maga a játék mellett, a játékélmények is egy, nem is egy YouTube, több YouTube-osnak a hatására vettem. És pont erre azért kérdeztem egyébként már az elején is, hogy mi a véleményetek így a YouTuberekről. Nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, hogy te játszasz mondjuk egy ilyen Early Access játékkal, bemutatod, és azt mutatod be, hogy ez egy mekkora rohadt jó játék. Ugye azt tudni kell, hogy sok YouTube-os kapja a fejlesztőtől, vagy esetleg a kiadótól, hogy ezt a játékot mutasd már be nekünk, vagy a közönségnek. Ja, bemutatja, és nyilván nem fog majd rosszat mondani róla. Ilyenek a hibába belesett már például a The VR, a Csonti... VR. Őket a The VR. Őket most kezdtem el követni. Ugyanez, ők is kapják a játékot. Mondok egy példát, például az Assassin's Creed... mi volt az utolsó Franciaország, nem az utolsó. Unity. Na, például arról sem mertek semmi rosszat mondani, csak így hát, nem a tökéletes, meg ilyeneket magyaráztak. Jó, hogy azt konkrétan az egy szarrakás volt, mert összeomlott nekik, nem bírtak egy normális közvetítést leadni. Ugyanezt így megnéztem hogy hívják most, Pingvin harcos? Sirius. Siriusnak a közvetítése volt a Planetary Annihilation, nagyon tetszett, úgy adta, hogy mekkora rohadt jó játék. De neki tetszett is, és később... Azóta se játszik vele érdekes módon. Igen, de később egy másik streamben is ismerte, hogy jó volt, mégse volt jó. Tehát, hát igen. Én pont őt akartam fölhozni egyébként, hogy jó, nyilván én nem látok ezeknek a dolgoknak mögé, és nem is akarok. Egyikünk sem, nyilván. És egyszer, hogyha ne adj úristen a Pixel eljut oda, én nagyon remélem, hogy maradhatok egy bizonyos ösvényen, és soha senki vagy semmi miatt nem kell megalkudni. Na mindegy, ez egy másik sztori. Viszont pont Sirius-t akartam fölhozni, hogyha már így belementünk a példába, hogy rengetegszer most itt van a Lego World, hogy láttam, hogy játszott vele, lelkesedett érte, de én őrá úgy nem tudok haragudni, hogy persze, mert ajánlott egy játékot, mert nekem is volt olyan, hogy megvettem az ő nyomán egy játékot, és nekem nem tetszett. De rám tudok haragudni, mert neki tetszett. Tehát ő nem mondta azt, hogy izé, srácok, vegyétek meg, mert ezek kurva játékok. De például amúgy az tény, hogy más YouTube-osoknál is látok olyat, hogy egyszerűen kapnak egy játékot, és tudod, hogy megkapták azt a játékot, és így finomkodnak, hogy hát... Nem tudom, hogy az a bug az miért jött elő, nem is értem, eddig soha nem volt ilyen, és például pont ezért imádom, nem tudom, ismeritek-e Angry Joe-t. Igen. Tehát a neve is neki, különösen. Neki a videói zseniálisak, tehát soha nem érzed azt, hogy valamit azért szarozna le, mert az nem szar, hanem hogy ő neki most ez a happy-e és ezzel keresi a lóvét, hanem ha valami szar, pont a Fable 3, ha már beszéltünk róla, most néztem direkt vissza, mert szombaton volt róla szó, visszanéztem az ő videóját, és konkrétan egy ilyen listával kiemeli, hogy mik a legnagyobb bajok, és így végig gondoltam, hogy amikor én játszottam vele, és tényleg, tehát az a lista az utolsó betűig helytálló, amit ő elmond. És az a vicces, hogy amikor tönkretette a YouTube, akkor se az volt, hogy jó, akkor keresek egy partnert, azt eladom magam. Persze. Hanem az volt, hogy bazd meg, srácok, hát nem igaz, hogy itt csinálom a videókat a YouTube-on, az most már tényleg az van, hogy teljesen ellehetetlenítik az életemet, miből vegyek játékot. Volt egy nagyon hosszú videó, amiben így szépen kiakadt. Én igazából az előbb nem azt mondtam, hogy a youtuberek rábeszélik a nézőket, hogy vegyél meg egy bizonyos játékot, hanem ez ilyen tudatalatti dolog. Hát most, van egy early access, hogy akármilyen játék, ami már esetleg megjelent, és azzal elkezd játszani, és az élmény, ahogy ő azzal játszik, lehet, hogy igazából egy nagy szar az a játék, de mégis úgy mutatja be, hogy ez egy jó játék. Valahol az itt így a tudatalattidra ráhat, vagy hat rá. Szerintem legalábbis, és ezáltal ösztökélhet, hogy megvedd azt a játékot. És ezért kell szerintem nagyon óvatosan is egy videósnak kezdik kezelni ezt a dolgot, tehát hogy ne arra utasítson itt tudatalatt téged, hogy megvedd, hanem csak a szórakoztatást mutassa be.
Szerintem legalábbis. Én egyébként ezért szeretem, tehát mostanában ezért nézek egyre kevesebb gameplay csatornát, és egyre több olyat, ami effektíve bemutatja a játékot. Hogyha most nagyon példát kéne hozni, akkor ott van szerintem, jön neki ne ismerni az Otherworld-ot. Igen, igen. Ott vannak ők, hogy nem mindig értek egyet a véleményükkel. Tehát volt már olyan játék, amit megvettem az ő hatásukra, és nem értettem egyet a véleményükkel. De ők legalább bemutatják a játékot, és nem azt látom, hogy, hogy egy srác a kamera előtt önfeledten örül magának, miközben kielégíti a játék. Nem tudtam most hirtelen máshogy kifejezni. Tehát, hogy, de akkor hogy... most ellentmondatok magatoknak kicsit, mert az OV a VR-ral együtt streameli az E3-at. Én nem mondok ellent magamnak, mert én az jó, a VR-ra nem mondtam semmit, csak én mondtam most... a VR-t, nem a, ja, most igen, iratkoztam a VR beleesett abba a csapdába, én bírom a srácokat, félreértés ne essék. Őt, egyik legjobban kedvelt csapat. Nem, itt abba a hibába esett bele a VR, például az Assassin's Creed esetén is, ugye ezt kapták, mint ajándék, és nem mondhatnak nyilván innentől kezdve rosszat róla. Érted? Az ugye, ugyanez van, de bemutatták most az egyik legjobb monitort, nem akarok márkát mondani. LG? Nem LG volt. Jó. Más, nem tudom már pontosan. De azért a tech oldalon mondod. Aha, persze, nyilván. Mert ott végignéztem az összes ilyen bemutatókat. Nem, itt arról van szó, hogy mennyire megmásítja az embereket, nem mondjuk a youtubereket is, mondjuk a maga a pénz, illetve az, ami ezzel együtt vele jár. Például, hogyha én szinte az elejétől már követtem őket, a The VR, még Lazit is nem is ismertem, csak azt, amikor Lacival így összeismerkedtünk, akkor ő is mondta, hogy ő is nézi őket. És akkor teljesen más volt az egész kompozíció, amit ő bemutatta. Tehát látszott azt, hogy ők ezt szórakozásból csinálják, értitek? És ezen van a hangsúly, amikor érzékeled már, ami átjön a képernyőn, amit te nézel, hogy ez már azért van, hogy jaj, már csináljunk már egy videót, mert basszus, nem csináltunk már két hete, és jól dobjunk nekik valami gagyiban, mutasson valami játékot, az jó lesz, játszunk, érted? Tehát azért ülnek már le, hogy csak feltöltsünk valamit. Most ezt általánosságban mondott, tehát nem konkrétan. Nem konkrétan a dövjel, ezt általánosságban mondom. Mert csak azért mondom, mert én most kezdem egy kicsit kellemetlen érezni magam, mert úgy indult ki ez az egész, tehát úgy indult ki ez az egész, hogy nem akartam, tehát direkt nem akartam annak a csatornának a nevét említeni, akiről beszéltem egyébként. Nem, ez általánosságban mondom. Egyébként szerintem nem is bánnám, mert sose jutna el hozzá ez az info. De nem áll. Szegény csaj, azt így lehet, hogy nézi az izét a streamet, és így biztos, hogy rólam beszélni. De mindegy, nem akartam belemenni személyeskedésbe, mert nyilván van az a mondás, hogy olyan a vélemény, mint a segjük, tehát hogy mindenkinek van, de senki nem kíváncsi a másikéra. Meg nem akartam elmenni ilyen személyeskedésbe, hogy persze, mert azok, meg ezek. De... Én szoktam személyeskedni, nekünk szokott lenni ilyen podcast is. Nem igazán izgat, mert hogyha valaki közéleti személyiség, ugyanis mi, te is az vagy, mert a YouTube-on szerepelsz, úgymond, tehát magyarán szóval közéleti személyiség vagy, ezeket ki szokták beszélni. Ugyanúgy, mint ami most van a Puzsér-Hajdú per. Jaj, ne. Róla, ne. De ennyire is, ne menjünk bele. A Puzsérnak igaza van, ugyanis a Hajdú Péter, igenis vállalja, hogy azt mondják rá, hogy szar szemét vagy, mert igen, aztán mégis visszaperelt ilyen... Persze, jaj, de hogyha én vállalom azt, hogy most én kilépek a... Hogy te most vállalod, hogy kilépsz a nyilvánosság elő, akkor azt is vállalnak kell, hogyha negatív kritikát kapsz. Érted? Igen, csak ugyanúgy... az, hogy YouTube-os, beszél YouTube-osról, az nekem mindig ilyen külső szemlélőként, mert ugye amikor nem effektíve tartalmat gyártottam, hanem csak néztem, ez külső szemlélőként nekem mindig úgy tűnt, hogy ez ilyen fölösleges mocskolódás, mert egyrészt akkor rá lehet... Szó sincs mocskolódásról. Nem a mi beszélgetésünkről van szó, hanem úgy régebbi ilyen YouTube-os... Például mondjuk volt egy... Bocsa, csak mondok egy példát, mondjuk van egy srác, a Piros Média, azt hiszem, egyszer mondta, anyázta például a Hörbit. Jó, de Hörbit ki nem anyázta. Igen, de hát így fel lett, tehát ez a felkapasztalása szegény ember, is szólt. Szegény ember egyébként, Hörbi az pont olyan, hogy el tudom róla képzelni, hogy ő tényleg, amit mond a videóban, az valamilyen szinten igaz, mert értem én, hogy ezt megélhetés, meg értem én, hogy miért csinálta azokat a videókat, amiket csinált, de
Te figyelj, aki ennyire tudja produkálni magát kamerának, az valószínűleg a való életben sem minden tiszta. Na, minden igen. Csak hogy én ezt külső szemlélőként, ezeket az ilyen ide-oda sárdobálásokat mindig úgy éltem meg, hogy egyszerűen nézőként nem tudod eldönteni, nem tudsz pártatlan maradni, hogy oké, ti akkor most izéljétek, és a nézők nyilván mindig afelé húznak, akit éppen néznek, vagy jobban kedvelnek. És akkor mindig az van, hogy az egyik fél az mindig szarba marad. Tehát ezért szerintem tök fölösleges, mert nem a másikét, tehát az egyik félként nem a másikét ásod alá, nem a másik renoméját, hanem a sajátodat. Mert ha éppen te jössz ki úgymond vesztes félként, akkor... De ez nem háború, nem, itt nincs vesztes, meg győztes, nem erről van szó. Én mindig el szoktam mondani a véleményet a való életben is. Van, akinek tetszik, van, akinek nem. Akinek nem tetszik, erre szoktam mondani, hogy fáj az igazság. Én is ugyanúgy fogadom a kritikákat, amikor rosszabbul, amikor jól. Ez változó nyilván minden embernél. Az, hogy most én azt elmondtam, most őket csak így megemlítettem. Ugyanúgy megemlítettem, akkor ott van a T-Rexi HD, soroljam az összes többit. Na, ő például mennyire fogadja jól a negatív kritikákat? Nem tudom, ennyire. Soha nem követtem. Azt tudom, hogy a... Én nagyon nagy, én imádom követni videóit, az embereket. A videóit iszonyatosan utálom. Videóit iszonyatosan utálom, ha már akkor őszinték vagyunk. Volt egy videója, amit először láttam, az pedig a nem tudom milyen videókártyának a Super Hyper Izom unboxingja. Uh-huh. Utána volt egy másik videó, az meg a PS Vitának a kicsmagolása. És a később, mit tudom én, valaki linkelte valami beszélgetésből kifolyólag, hogy persze, mert ez a T-Rexi így meg úgy megmondja, és hát ja, elég szarul viselte. Most is volt valami, néztem a The Witcher 3 videóját, és ott is úgy kezdte, hogy kb. 5 percig anyázott. Tehát jó, csak ezzel az a gond, hogy tehát arra akartam kiukadni mégis, hogy ő a videóiba, tehát lehet unboxing videót csinálni normális keretek között. Hogy így van. Srácok, itt van ez a termék, és akkor nézzük meg együtt. De ő nekem folyamatosan úgy jött le, hogy nézzétek, mi van, tudod, ez a haveri oldalba bögdés, hát... nézd már, mi van, hát nem irigykedsz esetleg. És utána meg még ő jön, tehát ő kezd el anyázni. Tehát... Mert utána megsértődik azon, hogy elkezdik bántani. Igen, és ezt teljesen szubjektíven mondom, mint néző, nem úgy, mint így van, én YouTube videós vagy valami, hanem hogy én tényleg, én is... Egyelőre még ott tartok, hogy nekem ez a... Na most akkor elmondunk valamit. Teózás ez teljesen. Ez Laci is... ezt mondani is fogja. Szóval Laci is el tudja mondani, hogy ez így van. Nálunk az összes videó úgy van bejelölve, hogy nincs rajta támogatás. Tehát nem kapunk egy fillért sem. Nem is kérünk rá. Hát mert nyilván nem azért csináljátok. Nem azért csináljuk. Azért csináljuk, mert nekünk ez a hobbink, ez a szórakoztatás. Mint ahogy elmondtam, meg ugye megbeszéltük, hogy mondtad, hogy mennyi munka van egy videónak a megvágásával, és azt olyanná tenni, hogy azt te el tud fogadni, és úgy gondolt, hogy azt a videót érdemes a nagy közönséggel megosztani. Na mi ugye ezt a részét átugorjuk, és vagy kicselezzük, és live-at mutatunk szinte mindig. Abban, mint ahogy megbeszéltük, kevesebb a munka. És mindig megpróbálunk olyan dolgokat bemutatni, ami minket is érdekel. De ezért ellenszolgáltatást nem várunk el senkitől. Nekünk az ellenszolgáltatás, hogyha tudjuk azt, hogy másokat tudunk szórakoztatni. És... Ez ugyanaz, mint nálunk egyébként a podcast, hogy az első podcastot, amit így megcsináltunk a pixeles srácokkal együtt, tehát végighallgatták, mit tudom én, 2 hét alatt 4-en. És így, tudod, ilyenkor jöhetne az, hogy az meg 2 óráig ott ültünk, 1 hétig gyűjtöttük a híreket, mit tudom én, foglalkoztunk vele, setupoltunk minden, és nem ez volt benne, hanem az volt benne, hogy legalább az a 4 ember végighallgatta, és nem érdekel, hogy nem kapok érte pénzt. Mert egyrészt én is jól éreztem magam, mert amúgy meg... Tehát a azért, mert beszélgetünk egy jót. Érdekes. Igen, tehát magánéletemben nincs senki olyan, akivel ilyen átfogóan át tudnám beszélni. Van, ez a podcast még erről szól. Pontosan. Hát például a vicces az egész, de ugye, hogy a Lacival úgy ismertettük meg, hogy megcsináltam azt a csoportot, lényegtelen, és ő csatlakozott. De hogy csatlakoztam? Azt hát is úgy, hogy hozzá. Én Abidosznak a videója alatt hirdettem a csoportot. Jaj! Igen, én kis súnyiba. Akkor hasonló volt a
tiétek is, mint az én. Én pixeles találkozásom, hogy Abidosz csatornáján láttam az első pixeles videót, majd... De meg is kaptam a magamért, nem Abidosztól, másoktól, tehát az ottani kommentelőktől, hogy mocskos szemét, másokon akarsz kapaszkodni. Sorohatul nem erről volt szó, tehát hogy, érted, hogy nem akarok én ebből profitálni, csak hogy jöjjenek már, hogy mutassam el meg, hogy ne a Steamen vásárolj, hülye gyerek, 50 euróért két játment, tudok 30-ért is. Erre akartalak rávezetni, de le voltam ugatva, meg jó, mindegy, oké, nyertem nagyon sokat, rengeteg bántást is kaptam, de nem foglalkozom vele. De és... én mit mondjak, én szeretnék valamilyen szinten keresni. Kereskedelemmel foglalkozni, tehát a ti csoportotok teljes mértékben ellehetetleníti ezt. Igen, igen, Abidosz a seftes meg. Olyan ajánlatokat kell tenni Abidosz, hogy a mi csoportunk is kompatibilis legyen ezekkel. Menj alá! De ne, hát jó, hát hogy... Van egy ötletem, ilyet senki nem talált ki. Kiadó se adja annyira, és akkor... Van egy ötletem, ilyet még soha senki nem talált ki. Mi lenne, ha csinálnánk egy webshopot? Na... És mit adunk el? Nem tudom, ez már a ti dolgotok. Ja. És hát, akkor Abidosz is kereskedhet, ti hozzátok a játékokat, én meg bemutatom az aktuális ajánlatokat. És Abidosz így izével, ilyen indiai, mit tekernek a fejükre? Turbán? Igen. Ilyen indiai turbánnal így olcsó, Intel turbán. Nagyon olcsó játék, nagyon olcsó. Tehát ja, akkor vegyük meg a G2A-n mondjuk 1 euróért az akármicsodát. Igen, és igen. Nem, utána eladjuk 50 centért. Tényleg, az még de a legjobb, hogy mivel most már nem támogatja a Steam ezt a rákatintasz és hozzáköti a fiókothoz a kulcsot, megvesszük Humble Bundle-be. Na? $1 Egyébként hiszed, hanem ezt csinálják. Tehát... ez egy eléggé gerinctelen. Van egy oldal, azért mondtam, hogy ezt még senki nem találtak. Van egy oldal, ahol hardware-eket lehet vásárolni, most nem mondom direkt az oldal nevét, lényeg az, hogy ott ezt csinálják. Igen, és veszélyben is lehet hardware-eket vásárolni, tudod, hogy arra gondoltál. Nagyon undorító az, hogy amúgy valaki megveszi azt a játékot ilyen $1, de még csak nem is annyira, mert benne van egy pakban, tehát mondjuk egy 20 centért megveszi a játékot, és képes 2000-ért kirakni azt, hogy ő 2000-ért adja el, holott ez a 20 cent amúgy elmegy jótékonysági célokra, persze. Ő meg keres rajta csak azzal az egy játékkal, a 20 centből csinált, nem tudom, 1000%-os hasznot, vagy 100 nem, 1000%-os. Mit tudom én, hány százalékos hasznot, és az a pénz, amiért tőle megveszik, az viszont már nem jótékonysági célokra megy el. És ez hihetetlenül undorító. És nagyon nem sokszor az szokott lenni, hogy meg se várják, hogy vége legyen ennek a Humble Bundle akciónak, hogy ó, valaki lemaradt róla, és ó, amiatt, hanem már közben rögtön. Hogy még csak ne is legyen benne a kockázat, hogy ő megveszi a pakkokat, és soha nem tudja eladni, hanem majd akkor, amikor jelentkezik valaki érte, akkor hopp, én is megveszem gyorsan, és akkor azt átküldöm neki. Mekkora üzlet? Még csak kockázat lesz akkor egy kérdésem. Te ezt nem na. Ritkán, ezt mindig csinálják. Igen, és ez a legundorítóbb. Ez most volt például Saints Row 4, nem is tudom, ilyen 2-3 euróért lehetett megvenni, tehát az ilyen mondjuk ilyen 600-900 forint közötti érték. Most olvasok el az oldalról egy-két árat, jó? Mennyiért mit árulnak? Ilyen például mondjuk fenn van mondjuk a Dead Space 900 forintért. A Ryzen, az a régi RPG játék, 1100 forintért. A Red Faction Armageddon plusz DLC-ke, hogy ott kész DLC-t akkor 1400, egyébként 1200. A Prototype 1500, Alan Wake's American Nightmare, ami most a... Igen? Mi ez? Megszakadtunk? Itt vagytok? Ahó. Ez 100 forintért árulja. Látszok, csak nálam ment el minden. Nem, nálam is elment. Valaki ki esett. Igen, szerintem itt a... Pixel. De nálam is elment mindenféle hang. Aztán... Ja, akkor nem is hallottátok, amit igen, hallottam. És nem, Pixel nem meg Timed Out-on. Igen, szerintem mindjárt visszapróbál jönni, ha vissza tud. Csak én már megijedtem, hogy nálam mentem, akkor a stream meg minden döglődik. Én nem hallottam semmit, mert csak beszéltem. Mi sem hallottunk, nyugodj meg. Tök jó. Egyébként felsoroltam ettől a csó, hogy nem. Nem baj.
Magamnak elmondtam. De mindegy, egy csomó játékot felsoroltam, hogy például mit tudom én, a Gothic, a régi Gothic. Nem, bocsánat, az összes Gothic gép. Nem tudom, ki lépte. Nem én léptem ki, hát kidobott. Tudjuk. De én beszéltem itt a senkinek egyébként. Igen, én folyamatosan kérdeztem, hogy mi az, hogy folyamatosan elmegy a hang. Hát vihar van valahol. Egyébként, ja. Hát most itt nálunk egyébként úgy tűnik, hogy elvonultak a felhők, úgyhogy... Hát jó, de a TeamSpeak... Hát lehet, most mentek a szerver fölé. Ja. Ha, lehet, hogy lerobbolták az egész épület. Ja. Na, egyébként azt mondtam el, hogy csak, hogy mennyibe kerül neked a játékokat. Mondtam azt a Ryzen, nem tudom, ismeritek-e, RPG játék. Igen, elég meg régi. Van a 1100 forintért árulja itt az ember. A Red Faction Armageddon 1400 forint. A Prototype 1500 forintért. Az Alan Wake's American Nightmare, ami 1 euró, másfél euró most az a GOG-on, 1200 forintért árulja. Tehát mondjam, játékonként ilyen 1000 forintot rádob. Kis pöcs. Már bocsánat, de... Hát igen. Szerintem... De én úgy gondolom, most nézzétek hogy... meg, hogy... Igen? Igen? Hogy az Age of Empires 2 HD Edition mennyibe kerül most így hirtelen ott? Ott? Uh-huh. Ami megtalálod, elmondom, hogy én úgy gondolom, hogy mindig a kínálat, pontosan a kereslet határozza meg a kínálatot is. Tehát, hogyha te el akarod adni az 1 eurós játékodat 10 euróért, és lesz, aki azt megveszi, holott tisztában van vele, mert úgy gondolom, hogy tisztában van vele, hogy vannak olyan lehetőségek, ahol ezt olcsóban megteheti, akkor vegye meg. Szíve joga, hogy megvegye. Igen, igen. Annyiba, hát annyira adni a dolgokat, amennyire megveszik. Ez volt az egyik ilyen inspiráló, amikor ezeket megtaláltam, járulják, amikor csináltam ezt a csoportot. Tehát, hogy idegesített az, hogy vannak emberek, akik a másik embernek a butaságából, már bocsánat, hogy ezt mondom, de abból akarnak gazdagodni. Tehát azt úgy ne. Erre is volt egy példa, pár nappal ezelőtt, tegnap vagy tegnap előtt volt a csoportban, hogy egy srác írta, hogy nem is tudom milyen játékokat vett meg, körülbelül 5000 forintért, és hogy ez jó vétel volt-e. És írom neki, gyorsan rákerestem G2N, meg így össze-vissza, mert az egyik játék nem találtam sehol sem olcsón, nem volt raktáron, meg minden, viszont a másik kettőt azt megtaláltam, és mondtam, hogy ez mondjuk 800 forint, a másik az is egy olyan 1000 forint körül lehetett, és mondtam neki, mondom, figyelj ide, 3000 forintért vettél, vagy 5000 forintért vettél egy 3000 forintos csomagot. Hát azt mondja, de ő neki ez megérte. Ja, hát mondom, akkor jó. Akkor minden oké. Okay. Közben itt találtam egy sima Age of Empires 2-t, az 3000 forintért árulják. Mosakták ki? Nem. Ja. Már régebben. Egy évvel ezelőtti. Jó, hát az más. Akkor még egyre nem csaptak le ja. Erre. Azt most küldtem egy oldalt, ugye ide bármilyen árat beírsz, akkor kikeresi a legolcsóbbat. Már bármilyen játékot beírsz, kikeresi a legolcsóbb variációját. Igen, ez oké. Igen, igen. Azt ismerjük, na. Igen, igen, igen. Van egy pár több ilyen. Jó. Én is szoktam mindig. Chipshark. Dragon Age mehetne már le. Igen, az is itt van a Chipshark is. Hát ugye a Game Bundles szokták tolni. Igen. A Cheap Shark az inkább ilyen hivatalos oldalakat néz. Én nekem most kedvencem lett a Blue Gift nevezető oldal, ahol mindig sorsolnak játékokat. Jaj, hát te hallgass már azért kedvenced, mert minden héten nyersz. Hát komolyan, nem tudom, kutyakakiban nyúltál? Vagy ez nem olyan, mint G2 olyan, ha veszel 200 forintért egy random kutya. Nem. Ez semmi, annyi, hogy beregisztrálsz, lájkolod Facebookon az oldalukat, és utána annyi, hogy jelentkezel a sorsolásra. Már értem ez alatt, hogy ilyen tök lútri, nem? Jajajaj, de mindig semmi megvan, nem kerül neked, nem kell pénzt kiadnod, az a lényeg. Ez csak egy sima sorsolás. Szerintem van, akinek van egy nagy csomó ilyen megvásárolt, ilyen Humble Bundle-s egyéb játékok, és most ő elosztogatja így. De ez még a rendesebbik. Mert ez tök rendes, persze. Én például, amire nincs szükségem, ilyen showher módon még azt is beváltam. Amire tudom, hogy nincs szükségem. Soha nem tudom. Hát én általában... Nyereményjátékra felszoktam használni a Humble Bundle-t, de eladni... Akkor neked adom legközelebb. Akkor neked adom legközelebb. Ezt akartam mondani, hogy csatlakozom a Vidoshoz, mi is azt szoktuk csinálni, meg az is lesz, mert jövő hónapban leszünk majd egyévesek, majd a csoport. Így hát fú, tele vagyunk játékokkal, és ezt majd kiszórjuk szépen.
Akkor azt tudom mondani, hogy valamilyen úton, módon vegyétek föl velem a kapcsolatot, azt, hogyha lesz olyan játék, akkor fölajánlom ilyesmire. Mert tényleg hát, az, hogy megveszem, oké. Az, hogy magamnak veszem, oké. De az, hogy tudom, hogy soha nem fogok vele játszani, akkor már inkább menjen olyanhoz, aki föl is tudja használni akár nyereményjátékra saját magának, mert az az 1 euró, amit kifizetek Humble Bundle-be, vagy 2-3 euró, az persze. Ezért nem sok, tehát. Most például volt egy nyereményjáték, amiben annyi volt csak egyébként a dolgok, ez a tipikus, oszd meg az oldalt, blablabla. Bla, bla. És hát 6 darab játékot sorsoltunk ki egyetlen egy embernek. Egy anyuka játszott, de mint az őrült, tehát hozott a csoportunkba például, vagy nem tudom, hogy 60 ember. Nem sorsoltunk ki, hanem aki a legtöbb embert hozta. Ja, bocsánat, igen, így van, rosszul mondom, így van, igazadva. Na mindegy, és akkor ő hozta a legtöbb embert is, megosztotta az oldalt is, hát torony magasan nyert. És igazából aztán ő privátban is rám írt, hogy ő a kisfiának akarja megvenni, megnyerni pontosabban. És hát a gyerek az nem volt szegény egészséges. Elég mennyit mondok szerintem. És így igazából ez is egy tök jó dolog volt, hogy tudtuk azt, hogy jó helyre kerül. Tehát nem azért, mert valaki mit tudom, hogy megnyerte, és utána továbbad rajta pénzért teszi. Értitek? De például csináltunk olyat, hogy live-ba vettünk, bemutattuk, hogy hogyan kell a G2-n vásárolni, és amit ott megvettünk, akkor éppen azt is ott kisorsoltuk. Mert most jó vettünk 200 valahány forintért egy Kingdom Rush-t, és az nem tétel, annyit megér. Az igaz, hogy ilyen... elfelejtettük live-ban kisorsolni, de másnap bepótoltuk. De az nem ilyen izé? Most egyébként, hogy hova tegyem a játékot, az nem ilyen tower defense-es? De. Akkor az nekem megvan tableten, Humble Bundle. Igen. Onnan indult, aztán meg egy ilyen ingyenes flash játék volt, egy valami ilyesmi, de igen, aztán igen. Kiforta ilyen, magát. Ilyen azt hiszem, ilyen Armor Games-es, mert a Battle Block Theater, meg a másik ugyanazoktól. Castle Crashers is Armor Games flash játék volt. Igen, vélhetőleg Armor Games. Az szokott olyat csinálni, mint az ott lévő játékok szoktak aztán ilyen teljes értékű játékként tovább fejlesztve kijönni. Én sokat játszottam vele a melóból kifolyólag flash játékként még annak idején, és azért mondtam, hogy jó, ez olcsó, viszont jó játék, és akkor ezzel egyúttal bemutatjuk, hogy kell vásárolni. Mondjuk utána is kérdezték, hogy kell vásárolni, mert arra lusták az emberek, hogy megnézzék a videót, de ez már egy másik téma. Nekem az a kedvencem, amikor csinálok egy bemutatót, tehát effektíve bemutatót, nem az, hogy játszogatok a játékkal, csinálok egy bemutatót, fölrakja az ember, tehát mindent elmondasz a bemutatóba, mert ugye azért bemutató. Akkor így megkérdezi, hogy honnan kell letölteni? Akkor így tudod, azzal ért véget a videó, hogy egyébként most le van árazva Steamen. Honnan kell letölteni? Úgyhogy oda szoktam írni, hogy fölmész torrentre, és valószínűleg onnan, mert nem vagy hajlandó megvenni. Én általában belinkelem ilyenkor a Steam linket, aztán utána csak pisloknak, de hát ezért fizetni kell. Igen. Micsodát? A Steam linket belinkelem. Ja, helyes. Ez egy alternatív megoldás, egy jó megoldás. Persze csak akkor, hogyha nem ignorálom itt teljes mértékben, ugye csak azért is meg akarom mutatni a pofájába, hogy... Hál' Istennek eljutottam arra a szintre, hogy a torrentezés az kimerül abban, hogy megnézem, tetszik és megveszem. Igen. Most már én is. Én már lusta vagyok letorrentezni, nagyon régóta játék. Annyira nem torrentezek, hogy nem is érdekel az a játék, ami nincsen meg. Tehát ilyen, például a South Park, Stick of Truth, vagy a fene, hogy kell ejteni, azt nagyon érdekelne, de addig nem vagyok hajlandó vele játszani, amíg meg nem vásárolom. Pedig semmit nem adna hozzá az, hogyha megvenném. A tudat. Hát csak annyi. Nem tudom, én egyébként az utolsó játék, amit így letorrentezek. Mi a francért akarnám ezt megvenni és támogatni a fejlesztőket, fogalmam sincs. Most én tegnap megvettem a How to Survive-ot. Én is. 69 cent? Én megvettem a DLC-ket 94 centért. A francban, én abból kimaradtam, mert csak 63 centen maradt. Vagy 69 kicsit lejjebb görgettél volna, egyébként ott volt alul, hogy 94 cent összegy. Igen, de 69 centen maradt a többi vásárlásban. A Steam pénztárcán, mert ugye a bankkártyám az még mindig nincs.
Erről már volt szó, hogy OTP az megoldotta nekem a dolgokat. A nem OTP-s kártyámat elnyerte egy OTP-s automata. Az jó. Csak nem KNTH-s automata volt. Nem, OTP-s automata volt, és FTP-s kártyát nyerte. És az a poén, hogy arra ihatsz hideg vizet, mert nem adja vissza nem, az OTP, azt csináltathatsz valami új kártyát. De senki, semmelyik nem adja vissza, azt hiszem, de az OTP az különösen. Tehát hiába szedik ki, azt mondják, hogy... A lukasztja kapárból. És a bankom, tehát fölhívtam őket, és a bankom, hát leveszünk 1700 valahány forintot az új kártyáért, ja, meg leveszünk 1700 forintot azért, hogy kivegyük a gépből, és csak akkor kapod vissza, hogyha kiderül, hogy nem te vagy a hibás. Mondom, ember, beledugtam a kártyát, újraindult a gép magától. Mondom, én vagyok a hibás. Tehát ez még fölmerül. Sajnálom, hivatalos eljárás. Meg kell néznünk a felvételeket. Hát mondom, nézzed, hogy ott kurva anyázok magamba. Viszont, ha nem nálunk a cégnél van egy automata, és lassan kitesszük rá a nyerőgép táblát, mert ilyen 75%-os arányjal dolgozik, tehát vagy sikerül, és van még olyan idiót, aki fölmer venni belőle pénzt? Van, aki a komplet fizetésével hazárdírozik rajta. Ja. És hát volt már olyan, hogy beütötte a kódot, minden, a gép elkezdett zörögni, csörögni, és meg is jött az SMS, hogy igen, kifizettük önnek a pénzt, kijött a kártya, a pénz meg nem jött ki. Nekem ez a könnyebbik eset volt, de azt hozzá kell tenni, hogy a szemétautomata fogta magát, kétszer újraindult, tehát abszolút bejött a Windows shutdown vacak, kiírta, hogy most karbantartás miatt pár percig nem üzemel a gép, majd aztán újraindult, és kiírta, hogy kérem, tegye be a kártyáját. És így, what? Miért? Miért csinálod ezt velem? Mindezt úgy, hogy közben ugye melóba voltam, és csak kiugrottam gyorsan pénzt felvenni, ki tudjam fizetni az ebédemet, és menni kellett időpontra egy bizonyos helyre, és a főnököm az meg úgy verte a kocsi oldalát, hogy jössz már, jössz már! Aha, igen, megyek, mindjárt. És éppen sírok. Hát ilyen nagyon jó volt. Na. Igen, egyébként mondjatok valamit, mert már megint kezdem azt hinni, hogy Nem. Mert te beszélsz egyfolytában. Nem hagysz levegőtünk. Ja, bocsánat. Nem gáz egyébként. Steamre visszatérve, én már kipróbáltam ezt a pénz visszafizetést. Ugye gondolom ti is tapasztaltátok, hogy mennyire egy fos volt a Steamnek az ügyfélszolgálata nagyon-nagyon sokáig. Vagy nem? Nem volt ebben tapasztalatotok? Hogy mennyire volt jó az... Fors volt a Steamnek az ügyfélszolgálata. A Steam az konkrétan a cségós üzérkedéseim miatt egyszer szükség volt rá, hogy beszéljek a supporttal, és ennyit mondtak, hogy sajnálom, vagy sajnáljuk, nem áll módunkban ezzel foglalkozni. Mondom, a ti játékotok, ember! Hát nekem volt olyan, hogy egy játékot vettem, és akkor valaki, mint kiderült, azt a játékot, azt GIF-ben cserélte, és valami cuccokra, és amikor én játszottam arra, hogy ez a Daisy volt, egyszer csak kiírta, hogy hopp, valaki nem fizette ki érte a dolgot, ezért most elveszük tőled a játékot. Kösz, hát 5000-et fizettem érte, akkor miért engeditek, hogy elcserélje a játékot, hogyha nem is fizetett érte? És miért engem büntettek, aki már ki tudja, hanyadik gazdája annak a játéknak? Fú, azt hiába írtam nekik, hát ők nem érdeklik. Aztán kaptam megint egy ilyen Daisy-t attól, akitől vettem, hát hogy nagyon sajnálja meg minden. És akkor küldött még egyet, azt is elvették ugyanígy. Hát mondom, nem igaz, nem igaz. Na mindegy, amúgy meg szar volt az ügyfélszolgálat, hogyha bármit, mondjuk ellopták a Steam akkuntodat, akkor egy hónapig arra keresztet vethettél, mert úgyse foglalkoztak azzal az üggyel. Azt most ugye a Gabe Newell valószínűleg megelégelte ezt, mert már többször volt az, hogy ő intézett személyesen dolgokat, hogy senki nem dolgozik náluk az ügyfélszolgálaton normálisan, de ezt most ugye bevezették ezt a pénz visszafizetést is. És én vettem egy játékot, Early Access-t, a Dirt Rally-t, ami tök jó játék, csak
azt ígérték, hogy van benne rendes virtuális valóság támogatás. Hát nem volt. Lehet, hogy később lesz. Hát lehet, hogy később lesz. Én meg megírtam a Steamnek most a múlt héten, ugye, hogy... Vagy két héttel ezelőtt már lehet, hogy hát én egy hónapja vettem ezt a játékot, de csak killódtam vele, mert próbáltuk a fórumtársakkal beállítani a virtuális valóságot, de nem sikerült. Van benne 4 óra, de az tényleg csak azért van, mert szenvedtem. És visszaadták a pénzt úgy, hogy megkértem őket, hogy a bankkártyára utalják vissza. És oda küldték vissza és is a pénzt. És visszaküldték a bankkártyára a pénzt, úgyhogy egy hónap, az több igen. mint egy hónapja vettem a játékot, és játszottam vele 4 órát. Mondjuk tényleg szenvedtem ebből 2-t, de másik 2-t eljátszottam vele. És visszaadták. Szó nélkül. Az pozitív bármilyen szerintem. Kérdés nélkül. De ez nagyon ezt, nagyon ezt nagyon mesélt senkinek, mert azt mondják, hogy Urban Legend. Nem. Figyelj, nem mondanám, mert... Legendary Steam Support az nem csinál ilyet. Mint ahogy a Microsoftnak a probléma megoldó kis bizgentyűje sem működik soha a Windowson. Hát az is biztos. Igen, de egyszer volt, hogy feltörték a Steam akkontomat. Az volt akkoriban még a szerencsém talán, hogy nem volt rajta sok játék. Viszont, hát azért elég... pénzes játék, mint akkoriban lehetett megvenni mondjuk a Valve-tól az Orange Box-ot, ami benne volt az összes Half-Life, meg mit tudom, akkor még a Team Fortress is fizetős volt. Empire Totalból akkor jelent meg. Nem csak az Episode 2 volt benne, nem? Nem, benne volt. Mármint nem az, hát az első Half-Life-ok nyilván nem voltak, a Half-Life 2-től az egy... Én úgy tudom, hogy az Orange Box-ban csak az Episode... Nem, benne volt az... Nem, benne volt, benne volt a Team Fortress, a Postal. Nem a posztán, jó, akkor csak a PlayStation-ös verzióban Portán. Volt csak az epizód 2, jó, yeah. megnyugodtam. Szerintem na, abban is benne volt a... Ott írtam a szupportnak. Ott figyel a polcomon, tehát. Hát... De ott figyel a polcomon, és az van ráírva, hogy epizód 2. Nem. Tehát epizód 2-vel jött ki. Epizód 2-vel jött ki az orrából, akkor azzal jött ki, és ajándékba adták hozzá az összes többit. A portát így csak van, úgy odadobták, hogy hát ebben szórakoztunk, és egész jó lett. Hát nem is tudom, körülbelül 8000 forint volt valahogy. Igen, akkor. A többit meg ajándékba. Én nem tudom, én úgy tudtam, hogy csak a portál van benne. Hát akkor most vedd elő azt a játékot, és kezd el kiáltani. Igen, tehát lehet, hogy egyszer elő kéne venni. Lehet. Tudod, és nagyon utáltam, mert hogy ugye a Steamen kellett regisztrálni, hát és akkoriban még nem volt annyira elterjedő a Steam. Tehát tudom, mondjuk ez ilyen 2008 környékén lehetett. Uh-huh. És utána később, amikor úgy használtam a Steamet, volt több játékom, szépen eladták az akontomat, egy szép reggel nem tudtam belépni a Steamre, akkor felvettem a kapcsolatot a supportra, akkor utána szépen vissza írtak, hogy küldjem el, hogy mi volt a jelszavam, felhasználói nevem, fényképezzem le a dobozos játékokat, illetve láthatóan a CD kulcsokat, ezeket szépen beszkenneltem, elküldtem nekik. Most mit tudom, ez körülbelül 3-4 nap alatt meg is oldódott, úgyhogy visszakaptam. Hát akkor azok még szép, régi szép idők voltak, mert az utóbbi pár évben nagyon elkanászodott a Steam. Híresen a legrosszabb ügyfélszolgálata volt. Ugye az az érdekes, hogy az Origin-nek és az EA-nek, ugye, akinek a legrosszabb híre volt, kétszer meg is választották Amerika legrosszabb cégének, tehát azok ki tudtak egy olyan supportot alakítani, egyik napról a másikra, egyik hétről a másikra, hogy működik. Tehát azt hiszem, hogy néha vannak ilyen troll alkalmazottak, tehát hallottam többször, hogy így beírt ebbe a live chatbe valaki, és akkor konkrétan így elküldték a nénikéjébe, de összességében működik, és ugye lehet velük élőben is beszélni, és ha ez nekik sikerült, akkor a Valve-nál, ahol tényleg nagy pénznek mozognak, nagy piaci részesedésük van, tehát náluk ezt miért nem? Tehát nem tudom. Én a Cségó miatt többször kerültem olyan helyzetbe, hogy majdnem üvöltöttem a direktől, az egy másik sztori, de többször volt olyan, hogy kitiltottak tök indokolatlanul, vagy olyan dolgok miatt kidobtak a csapattársaim, amihez közöm nem volt, és lebannoltak ilyen 24 órára, egy hétre, meg ilyenekre, írtam a supportnak, 10-ből 9-szer nem válaszoltak, és az egy válasz az mindig az volt, hogy bocs, nem tudunk veled foglalkozni, kb. Így lefordítom magyarra. És holott elméletleg a Pégónak van külön szupportja, akik foglalkoznak
a játék körüli dolgokkal. Elméletleg, de már ebbe se vagyok biztos. Ennyi év után. Hát most elvileg azért megemberelték magukat, mert mondom, többször volt az, hogy hír is volt, hogy több ember Gabe Newell-nek kezdett el e-maileket írogatni, és ő meg azonnal elintézte a dolgot, hogy működjön most már ez a dolog, mert szerencsétlen már nem tudom mióta nem kapja vissza a fiókját, vagy nem tudom mi van, és akkor már mindig ő nézett az izének, a supportjának a körmére. Azt de gondolom, de most volt egy pont, amikor azt mondta, hogy elég, és most jött az új policy is, ami eléggé nagyon engedékét. Tehát, hogyha két héten belül vásárolsz valamit, és csak két órát játszottál vele, akkor szó nélkül visszaadják az árát. Teljesen mindegy, hogy azért, mert nem tetszik a játék, vagy azért, mert nem fut, visszaadják. És azért ez mondjuk az európai jogoknak így azért már megfelel, és... De azért digitális játékokról van szó, ott annyira ez nem érvényes a digitális termékekre, szóval ez egy nagyon jó dolog. És tényleg ez egy nagyon fontos lépés, mert nem tudom, ilyet nagyon máshol nem kapsz. Az EA-nél kapsz egy 24 órás próbaidőszakot, ott is visszakapod az árát, ha akarod. A GOG-nál is visszakaphatod, de csak akkor, ha nem fut a játék. Ja. Meg is szívtam egyszer egy játékra. 30 napon belül visszakapod, de csak akkor nem fut. És ők segítenek beállítani, hogy fusson, ha akkor se fut, akkor. Ja, hogy úgy nem fut. Ja, azt hittem, hogyha nem indítottad el. Viszont a Steamen a fejlesztők oldaláról is történt ezzel a hétrides botránnyal előrelépés, mert ugye az volt, hogy letiltották Greenlightról az egyik alkalmazott, és ugye a közösség fölhördült, hogy mi az, hogy nem jelenhet meg a hatred a Steamen. És Gabe Newell közbenjárásával az volt az első játék, ami megkapta az AO besorolást. Ami ugye egyet jelent a soha nem jelenhet meg dobozosan kategóriában. Mert senki nem rakja a boltok polcaira, a Steamen viszont elérhető. Ja. Játék. Tehát, hogy Gabe Newell az most már... Ezek szerint tényleg az Atya Úristen lesz lassan. Viszont néztétek a Steam Machine-eket? Tehát, hogyha már beszéltünk pénzügyi dolgokról is. Ja, az a nyomogatós játék a tehát, Summer Sale mellett? Nem, a Steam gépeket. Bocsi. Tehát $500-tól $5000-ig vannak gépek. Ja, a Steam Machine, Bocs, 450-től, legyünk korrektek, $450. És még mindig a Steam OS-re épülnek majd? Igen, tehát ezek Steam Machine az csak Steam OS-re fog épülni. Na de az durva, hogy pont azt olvastam, hogy elővételben elkelt már 40%-uk. Az igen. De már! De milyen hardware-rel rendelkeznek? Ez a baj, hogy a... Ez a baj, hogy... Tehát, hogy... Az nem nyújt semmi nagyobb élmény. Gondolom megadott a Valve egy minimumot. Hát persze, nyilván. Igen, de egy példa, hogy itt van az Alienware, ez konkrétan annyit ír, hogy a gépéről, hogy elérhető 1000 játék, ez ugye a Linuxos játékok, tehát még nem is a teljes adatbázis. Mindegyik fut 1080p HD-ban a tévén, mert nyilván ugye ez arra szánják, hogy nappaliba. Tehát 1000 játék ugye az kapásból fut 1080p HD-ba, viszont annyit írnak, hogy Nvidia GeForce GTX 2GB GDDR5-ös RAM-mal. Na most erre kíváncsi leszek, hogy meddig lesz elég, amikor most már alapkövetelmény lesz lassan a 2GB GDDR5. És ennyi. És nem tudsz semmi mást, annyit tudsz, hogy 1000 játék biztosan fut 1080p kimaxolva. De hogy na, melyik hát ez játék? Nagyon jó, hát gondolom az, amit mondtál, az Zelda klón, ami fentről nézett. Igen, de kb. Mert hogy a Witcher-t azt nem tudom elképzelni, ahhoz nem $450-os gép kéne, hanem konkrétan az $5000-os. Hát igen. Meg ilyen, tehát a Gigabyte az konkrétan ilyet adott ki, hogy i7-es processzor mellé, Intel Iris Pro graphics kártya 5200-as. Na most az Intelnek a grafikus kártyái azok laptopokban tökéletesen megfelelnek, ha nem akarsz játszani semmi mással, csak Minecraft-tal. De még ahhoz sem egy szó, mint száz, szerintem ezek a Steam Machine-ok, ezek
hogy túl vannak értékelve, nem? Árilag legalábbis. Nem, ez az a baj, hogyha tényleg igaz, amit mondtatok, hogy, hogy annyi elkelt, tehát akkor maga a gép is túl van értékelve, és megint belenyúlt a Valve a tutiba, csak éppen a játékosok nem látják be, hogy ez nekik... Hát ez a hype, amiről beszéltünk. Hogy ez láthatatlanban 40%-ot megvettek, egy olyan dologra költöttek több száz dollárt, amiről még nem is tudják, hogy jó lesz-e. Hát én próbáltam SteamOS-t, és azon kívül, hogy tönkretette a gépemet, és újra kellett raknom az egészet, azon kívül semmit nem értem el vele. Na most, Linux alapú, tehát nem minden játék kerül, tehát nem minden játék jut el oda. Onnantól kezdve, hogy a jelenlegi felhozatalból 1000 játék fut, az kb. Annyit jelent, hogy eltelik fél év, szeretnél játszani valamivel, és nem fogsz tudni. Tehát kapsz egy fix dobozt, ami fix dologra jó, és utána vagy kompromisszumot kötsz. Mert ezeket amúgy az a durva, hogy konzolnak szánják. Tehát, hogy a nappaliba tévének. Hát... Tévé alá. Tévé alá. Nem tévének szánják. Csak ugye még a konzol is standard, addig az a SteamOS nem lesz az. De most akkor, ha azt veszed, azt mondtad 1000 játék, amit 1080p HD-ba... Ez az Alienware, tehát nem az összes. Nem az összes, ez az Alienware-es. De van olyan, ami GTX, van ami GTX 970M-mel, tehát nem rendes grafikus kártyával, hanem a laptopokba szánt M-es mobile szériával. És nem tudsz róla semmi más, csak azt, hogy van benne egy GTX 970M, ami jó referencia, és a többi. Ja nem, bocs, itt írja, hogy 6. generációs Intel CPU. Nekem nem mond semmit. Egyébként. Jó. Na, én elköszönök egy pillanatra, nem is egy pillanatra, nem tudom, egy néhány perc, aztán majd jövök, jó? Mi beszélgessetek? Most legyen szünet, mert úgyis nem soká egy fél órán belül... Hát, körülbelül fél óra lehet nyugodtan. És akkor én benne vagyok. Folytathatjuk akkor a... 10 óra, akkor így van, az évvel folytatjuk. Jó, és akkor ezt most lezárjuk, aztán majd folytatjuk. Jó. Na jó van, akkor pá. Na. Pá. Hi. Hi.